ez annyira bizarr, hogy ez rettentesen bizarr. Boldog karácsony! Boldog békés karácsony kívánok mindenkinek! Boldog békés ünnepeket kívánunk ezzel a kis karácsonyi zenével. Fehér karácsonyunk van, körbenéztetek? Igen. Maximálisan, igen, minden fal fehére van messze. Minden fal fehére messze. Rettentesen szürreális az egész, és nekem szoknom kell, de jó, kint áll a karácsonyfa, ott van alatta a beigli. Úgyhogy, hát mindjárt csinálok fotókat az Instára, rettenetesen beteg az egész. Tehát nagyon felfogadatlan. De ugyanakkor van valami bájom. A zene már meghozta hangulatomat. Előtte nem voltam nagyon karácsony hangulatban, de a második zene azért úgy kezdett. Figyelj, amiről beszéltünk tegnap, ugye, hogy Kaliforniában, Ausztráliában kb. Így történik, ahogy nálunk, hogy kinézel az ablakon, és akkor süt a nap, az emberek egy szál gatyába, meg pólóba mászkálnak, meg strandpapucsba, 30 fokon, nálunk most még egyelőre csak 18-an, de napközben itt is lesz. Na, hát reggel 9-kor már Körülbelül úgy éreztélik át minden egyes karácsonykor. Úgyhogy, de tegnap, amikor elhoztam a Nosztalgia Cukiból, akik egyébként természetesen ezekkel a beiglikkel kívánnak nekünk boldog, békés karácsonyt és ünnepeket, mondta Ricsi a cukrászsrác, hogy életemben nem csináltam még 8 darab beiglit, de hogy ünnepekor sem csinált még 8 darabot, 800-at csinál általában, azt mondja, hogy nagyon fura volt neki, azt mondja, hogy ilyen kis mennyiségét ő még soha nem kevert be egyébként, de az, hogy valamikor szeptemberben ő beiglit csináljon, tehát nekik is meg kell csípniük magukat. Úgyhogy, hóesést kellett volna ide varázsolni, ilyen kis sprével valamit fölfújni, tudod, és akkor esik a hó, és akkor meg vagyunk. Nem? Tegnap elmentünk ugye ajándékot venni, bementem a kis nálunk, van egy ilyen ajándékbolt, mondtam, hogy szeretnék venni zacskót, de karácsonyit. A néni kiköpte a kávéját, az mi van? Hát mondom, karácsony van holnap, tessék adni. Azt mondja, hát még nyomokba sincs, hát már ilyenkor. Mondom, még egy kicsit korábban kezdjük, ki tudja, hogy leszünk akkor, és akkor tessék adni, ízét, mondta, hogy nincs. Az egyik lakberendezési áruházban tegnap elmentünk, és hát egyébek mellett emiatt is. Van egy-két dolog. Fél voltak már kint, akkor adtam ki, és nézegettem, hogy egy picit mindent ilyen finom, vékony porréteg fedett. Tavalyi részben. Én most láttam, hogy egy-két helyen kint van. Most szedték le a polcokról, gondolom a raktárba, és még nem is volt nagyon elrendezve a dolog. Például szalvétát, nem is találtam karácsonyi szalvétát. Akartál hozni? Persze, de hát sajnos nem kaptam. Ahogy szaloncukrot sem kaptam sehol. Kicsit elnézést kértek az egyik csemegében, mondták, hogy egyik hallgató írta, hogy náluk lehet kapni. Telefonáltam több üzletükbe, és mondták, hogy hát elnézést, de mégsem, talán a jövő héten már lesz. Ők sértették nagyon, ők sértették, hogy mi történik. Hát pedig a tavalyi megmaradt, meg kirakhatnák ilyen előle értékelve, nem? Hát ha még jó az, egy éves, van egy éves szavatosságia? Van. Búcsos, nem tudom milyen az elá 30 évig. És nem is tud benne sem megromlani, mert nincs benne természetes anyag. Csak mesterséges minden kemikália, úgyhogy nagyon nem rohadt. Az idei csoki mikik még csoki nyuszik. Majd átcsomagolják őket. Igen, az a durva, hogy most még nagyon furának tűnik, aztán pikpak begyorsul. Tehát megjön az ősz, egyszer csak október van, vége van, és ott a kari. Szóval meg már mindenhol kellemes ünnepeket, jön a reklámhadjárat, és ott a karácsony. Tehát egyébként most még nagyon gyorsnak tűnik, aztán az utolsó 3 hónap az így paf, így elmegy. És egyszer csak ott állsz már a fa alatt. Alig nem? Disznót tudunk levágni, addig átszörni. Hát addig azért egy-két disznó is. Biztos megsínni, igen. Na, lesztek még karácsonyi zenék egyébként, kérdezi egy hallgató. Azt mondja, hogy ennyi, az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást írja. Hát igen, egyébként elszoktuk, de... Ez nem szép dolog, utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. Azt írja egy hallgató, hogy Németországban már megjelentek egyébként a karácsonyi sütemények. Tibi, köszi, hogy elküldted. Tartsátok meg Balai a jövő héten a szilvesztert is. Jó, ez jó ötlet. Igen. Figyelj, akkor azt mondja, hogy minden nap karácsony. Az meg a másik, igen. Megsütöttem a beigli friss illat. Ez a gyerekek, nyomjátok a karácsony, megsütöttem a beiglit friss illat a konyhában. Szuperek vagy. Beszálltál te is, de jó vagy. Komolyan, ja, igen, tényleg, kókuszgolyó? Kókuszgombóc. Ja, akkor nem csináltam. Sansztalan voltam. Ígértem egyébként? Hát, te belógattad. Hát, ígértél is, meg nem is. Igen, de nem, szerintem nem. Most nem volt ígéret, hogy hozok kókuszgombócot, nem hangzott. Bedobtad csak ezt a kókuszgombócot. Kókuszgombóc, igen. Rögtünk egyet, de azt mondtad, hogy nem lesz belőle semmi. Igen. De aztán hallgatok, ráfőztek. Ráfűztek, mert hogy a Facebookon láttam, hogy mondták, hogy valaki azt írta már be tegnap a felrakott kép alá, hogy megcsinálja, és holnap viszi is be a munkatársai. Ja, hogy ő megcsinálja. Hát, hogy ő megcsinálja. Igen, de szerintem az a kerti partival kapcsolatban jött szóban, mondtam, hogy ott volt kókuszgombóc, egy ilyen mindenki hozott mindent, és akkor az egyik srác csinált. Kerti parti ilyenkor nincs, az hideg. Hát kicsit hideg volt, meg sieltek a gyerekek, de nem volt az. Halászlé van?
Azt a jó Isten, tehát az nincs. Jó, halász, lényeg, fogunk kitédékarizni. Elszűrcsöltet van reggelire. De van helyette más. Egyébként láttam, hogy kint nagyon habzsidőcsi van, majd mindjárt csinálunk fotót. Hidegtálak, sajtos roló, kis, hogy hívják, köménymagos, sajtos, ropogos, száraz süti. Szeretném megmutatni, szép. Hogy mivel készültem. De hogy szép. Amikor majd húzunk, akkor azért én ezt felveszem. A húzás tegnap volt, már vagy amikor ajándékozunk. Hát igen, a rénszarvasos pulcsi a klasszik, vagy mi van azon? Ez egy ilyen kis rénszarvas, egy pici rénszarvas. Kis szarvacskákkal, ez valami ilyen kis díszecske. Ezt kaptad az anyósodtól, ugye jól emlékszem? Pár éve, igen. Istenem, igen, de tud ajándékozni a mama, de tud. Egy piros kötött rénszarvasos pulcsi, úgyhogy én ezt azért behoztam. De szép. Tessék? Szép, ha látod, mi készültél? Igényes. Ezt volt, hogy felvettem karácsonykor. Én annyiból sokat hittem. Csak ez volt, alul nem volt vettem sem. Majd a húzáshoz vagy ajándékozáshoz felveszem. Egy picit én is készültem egyiket, annyiból renitens voltam, hogy megszegtem az ajándékozással kapcsolatos szabályt, hogy én már tegnap este elkészítettem saját kezüleg azt az ajándékot, amit annak ajánlok, illetve annak szánok, akit kihúztam tegnap. Viszonylag drága volt, 300 forintot költöttem rá. Hát a 500 volt a limit. Igen, de még bele kellett, melót bele kellett egy meló még, volt, ugye? Meló volt benne. Hát akkor az, ha órabérre kiszámolod, akkor az lehet, hogy legalább 200. Akkor nem, akkor benne vagy. De rengeteg szeretetet raktam bele. Rengeteg szeretetet tette bele? Szeretetet, igen. Többször is beletette. És más nem is örülne neki szerintem. Hát mondjuk egy picit talán. Na meglátjuk majd. Jól van, ennek ellenére azért, hogy mi itt karácsonyozunk, meg hűlünk, lesz gólörömjátékünk természetesen. 9 óra után lesz majd, úgyhogy... Úgyhogy tessék készülni. Fel van adva a lecke. Jó? És hát majd el akarom mondani, hogy mi történt a csapommal, mert azt nem hiszitek el. No. Majd elmesélem de kicsit jó. később. Istenem. Szóval, hogy ilyenkor mi van? Majd kérdéseket teszek fel, de azt majd csak így 7-8 után addig megvárom, hogy mindenki felébredne. Annyira megszívtam, hogy el nem tudom mondani. Egyébként minden oké volt tegnap mindenkivel? Hát ez a rohangálás volt. Rohangálás? Meg este is. Még 8-szor akkor mondom, ott voltunk az áruházban is, keresgéltem fahéj illatú aromaolajat. Tehát hova akarsz csepeteni a hajadra? Vagy ne, ott van, itt van, majd érezni előtte. Fogod az illatát. Nem hiszem el, hogy egy mécses, egy aromaterápiás, vagy ilyen kis aromamécses üldögél itt meggyújtva. Még nem lehet érezni, de majd lehet. Igen, még nem jön. Később. Még nem jön. Jó lesz az. Még nem jön. Oké, azt a mai vendégetek Karácsony János, kérdezi valaki. Tudtátok, hogy ebből kifelől a kulcsvét hétfő is kedve fog esni. Hát az jó lenne egyébként, el lehetne egyszer napolni. Nézegettem még az ünnepeket, hogy hogy állunk decemberig, és egyetlen egy október 23-án van, ami hétvégére esik, és aztán egy október vége, november elején, ami egy ilyen 4 napos ünnep. Igazából ezt kell beosztani mindenkinek, aki még így készült ilyen nagy-nagy ünnepekre, mert utána... Hát és akit a karácsony is érint, ugye, azoknak mondom, hogy az se túl jó, mert most ugye... Hogy jön most ki a karik? Hát hétvégére pontosan, plusz a akkor rövidebb a szünet. Így van, a szilveszter is úgy van, hogy elsője talán hétfő, és második a kedd, tehát kedden már mész dolgozni. Uh-huh. És azt hiszem a karácsony is ilyen szombat, vasárnap, vagy péntek, szóval valahogy így van. Tehát nem erős. Na jól van. Hát úgyis nem sokára. Most még csak mi vagyunk karácsony hangulatban, de nem sokára, úgyis az országot is elkapja egyébként. Meg a jóisten költögeti a kicsi fiát. Kelj fel! Nem tudom, mi van. Most valahogy korábban kezdhetik. Indulnod kell. Egy tanulós topa, nem már tök korábban. Igen. 24 szombat, 25 vasárnap, 26 hétfő. Aha, tehát akkor hétvége. Igen, de 31 meg elseje, az szombat, vasárnap, tehát másodikán hétfő már dolgozik az ország. Az nem jó. Vagy hát, jó. Meghitt békés áldat, de hagyjuk az ünnepeket, most koncentráljunk tényleg, de a munkahelyet inkább tényleg arra, hogy most boldog, békés karácsony kívánjuk mindenkinek. Ákos, meghitt, szeretetteljes karácsony kívánjuk. Borzasztó, gyerekek, én alig tudtam felkelni. Ez annyira rossz érzéssel töltött el tegnap óta ez a 30 fokos karácsony, és ugye Ani meg itt reggel pakolgatta a kis fát. Mi próbáltunk a felével ebből kimaradni, Egyébként nem tudom, én nem kaptam például karácsonyi csomagoló papírt, úgyhogy bementem lejmolni egy ilyen kis virágboltba, kértem egy ilyen akármit, amiben a virágokat csomagolják. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ti hogy oldottátok meg. Tőlem is azt kérdezték, hogy a bordó nem lesz jó. Mondom, ha nincs más. Még nincsenek a boldog erre felkészülő, igen. Na jó van. De az biztos, hogy mi leszünk az elsők az országban, akik beigli teszünk. Az szerint tuti. Tehát nálunk előbb senki nem evett. Senki nem evett beiglit. Jó van, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk.
Így karácsony előtt közvetlenül. 2-1-re elmentünk? Igen. Jó, mert tegnap nyertünk, így van. Na, hát ha valaki játszana velünk ebben az ünnepi különkiadásban, ám legyen, jó, várjuk az SMS-eket. Írja meg nekünk, hogy játszana velünk, hogy tudjuk, hogy ő is itt van, hallgat minket, fent van, és kívna bennünket egy ünnepi játékra. Karácsony, ide vagy oda, mi azért nem leszünk egyesek senkivel. Nem, hát. Nem? Hát persze. Miért? Nagyon szükségünk van arra, hogy megnyerjük ezt a helyet. Persze. Minden tudni. Minden nyerni akarunk, és mindent be akarunk húzni. Ünnepi, ide vagy oda. Úgyhogy lehet nekünk írni SMS-t. Jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hírek a Klassz FM-en. Meleg karácsonyunk van, holnaptól viszont lehűl a levegő. Janitól nem lehet nem karácsonyi hangulatba jönni, de úgy tűnik ez ma még azért várat magára. 10 és 18 fok között alakult az éjjel a hőmérséklet, elég változatos az időkép térképe. Délután még 30 fok is lehet, de holnaptól elkezd lehűlni a levegő. Még karácsonykor is erős. Tehát ez kikérem magamnak, de tényleg. Szóval ez nagyon kemény. De én a pulóveredet kérem ki magamnak. Jó. Hát, gyerekek, hát de... akkor megérkeztem én is. Akkor felvettem a rénszarvasos pulcsikámat, behoztam. Hát azt mondtad, a karácsonyozunk, akkor a legnagyobb közhely a rénszarvasos pulcsi. Az a pulcsi, az annyira észventúra, hogy azt el nem tudom mondani. Ez tényleg, nagyon rossz. Csak azt kell még egy terméskő, kandalló, zoknikkal, komolyan mondom. És aztán menjünk Eszpenbe. Így van. Majd mindjárt csinálok magamról egy meggyújtsuk meg a pukinkat. Nem menekülj, Zsűl, hát. Várja, mögötted ott van a dekoráció. Úgy, igen, így, ezt az benne legyen. Hogy az? Nem, meg is vagy. Zsűl, hogy kimenekül. Mi van, te már nem akarsz ott lenni a fotókon? Persze. A karácsonyi fotókon? Majd amikor az ajándékokat osztjuk, akkor meg az első sorba túl lekezd. Igen, akkor meg már gyújtogatod a kis kezecskédet, hogy ajándék. Na, Jani, kérdezi egy hallgató, most szükség volt erre? Most ez kellett. Szeretetre? Igen. Ja, mármint a zenére? Arra. Gyerekek, hát most tessék. Ott én is egy picit meginoktam. Az nagyon kemény. Tehát az azért valaki börtönbe kéne juttatni ezért a zenéért, tényleg. Tehát, ez, de csak ilyenek lesznek, úgyhogy csak ilyenekkel készítünk. És szerintem, hogy meghallanak, hogy hány eurót, hány dollárt, hány fontot keresett vele az illető, akkor biztos leülnék és segítünk, és azt mondanak, hogy basszus. Jeló, igen, beteg zenekar, ez van a másik. A Rész című, az ugyanerre a sémára ráhúzták, arra emlékeztek? A Rész című, de arra az ugyanez. Igen. És mégis zabálják mindenütt. Igen, becsokizok, igazi állatok vagytok. Osztrák kolléga lesi hülyén a rádiómat, azt hitte CD-t hallgatok. Ez az adjatok nekik szeretetet, békét, boldogságot. Szóval Jani féle erőltetett karácsony, srácok, ez nem én vagyok. Én nem. Próbáltam, az a baj, hogy nem tudtam leszedni sajnos olyan minőségbe, mondjuk Limi Kilmistert, meg Alice Coopert, meg Ronnie James Dio-t, meg ilyeneket. Sajnos, hát ez ilyeneket nem rakhat jó minőségbe, és nem akartam titeket elborzasztani, hogy 128 kilobit per szekundom. Igen. Szörnyű. Lehet, hogy süt a nap, de ráz a hideg, ezek tudod. Hát gyerekek, írj egy hallgató, olyan pont, mint Kaliforniában. Ilyen a nyári kari. Toljátok, fiúk, írj rokkom. Jaj, féltek, ez egy ilyen kísérlet, megnézzük, hogy sikerül-e valójában ünnepi hangulatba kerülni. Így van, kimozgatunk benneteket egy picit a komfortzónátokba. És aki nem tudott róla, hogy ugye ma karácsony lesz, ez meg mi? Csak ennyit írt. Meg jó fej. Ti örültek vagytok, itt ülök a vonaton, Sopron-Bécs között hallgatlak benneteket, az a baj csak, hogy nem nevetetek hangosan, mert engem is örültek néznek. Milyen fura világ, hogy röhögsz egyet a vonaton egyedül, és már hülyének néznek, nem? Na jó, van, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Mert hogy már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hányja, úristen. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello. Hello, Rena. Rena, ez Renének egyfajta átváltoztatott beceneve, vagy mi a Rena? Igen. Igen, akkor Renit nem szereted, gondolom. Nem. De inkább a Rena. Igen. Gyerekkorodban hívtak Renének, azért utálod, vagy miért? Nagyon sokat, igen.
mindig azt mondták, hogy Reni, Rencsike, és azt úgy nem szerettem. Akkor felnőttél, és mondtad, hogy bosszút állsz, és most már csak Rena. Honnan hívtál minket? Hát én most Pilisztánti Vánon vagyok. Na, és mit dolgozol, vagy mit csinálsz? Hát itt egy autóiparnak gyártunk alkatrészeket, de amúgy meg Lányvári vagyok. Rena, aki Lányvári, de most Pilisztánti Vánon dolgozik, autóalkatrészeket gyárt. Jól van, oké. Nehéz ilyenkor már bemenni egy ünnepek előtt, nem? Igen. De hát karácsony szent napján is dolgoznak, 24-e van. Milyen gyár ez, hogy még karácsony napján is tényleg dolgoznatok kell? Miféle kegyetlenség ez? Rena, kivel játszanám? Hát veled, Balázs. Igen, de hát én játszottam tegnap, persze ez nem baj, csak jelzem, hogy majd jó formában vagyok, úgyhogy... Nem baj. Van valami oka, hogy velem, hogy már játszottunk, de most visszavágó, vagy... Még nem sikerült játszani egyszer, meg az igazság, hogy most írtam először, úgyhogy nagyon meg vagyok lepődve. Na, látod? Közben élek, hallgatok, hogy kőbányán már esik a hó, úgyhogy, úgyhogy abszolút ideje volt. Jó is lenne. Ah, jó lenne egyébként, ha lenne havunk, igen, persze nem most nyilván. Oké, na figyelj, hát akkor esünk egymásnak, jó? Rendben. Aztán meglátjuk, mi lesz, Jani. 3, 2, 1, 5. Na, el is indultunk. Izgulsz picit, azt hallom. Nagyon, nagyon borzalmasan. De miért? Attól félsz, hogy kikapsz esetleg? Természetesen. Túl jók vagytok. Szoktál játszani valakivel? Vagy gyakoroltál? Itt vagyok. Ja? Szóval gyakoroltál valakim? Vagy ez spontán ötlet volt, hogy ma reggel Spontán voltak. Uh-huh. Ilyen véletlen gondoltam, megpróbálom, hát ha sikerül. Ha meglátjuk. Na mesélj egy kicsit, mi a munkád pontosan? Mit kell csinálni? Autóalkatrészeket gyártunk. Az oké, de hogy mit csinálsz te azon belül? Hát én most motort szerelek. Motort szerelsz? Igen. Jó van, azt hittem, már nem tudom belőled kiszedni, nagy csata volt, fél percig bírtad. Jó, az eleje is véleményes volt azért, de... Tartottad magad, kerülgetted a kérdéseket, de fél perc után be kellett, hogy daráljalak. Rena, pedig jó voltál, csak elizgultad. Igen, nagyon. Na igen, mert pedig kitartottál. Gondoltam, az elején nem sikerül, akkor mondom, ez már megvan, már ügyesen kerülgeted a csapdákat, már nem tudom kiszedni belőled. Hát így jártam. Hát igen, sajnálom. Majdnem meg volt ki, fél perc kellett volna. Nem hiszem el. Bizony. Legközelebb, jó? Ha lesz legközelebb, vagy még adásba tudsz kerülni, akkor játszunk, oké? Jó, rendben, köszönöm. Jól van, ne haragudj azért, puszi. Szia. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Gyerekek, ennyi, menetelünk. Menetelő. Figyeljetek, az év utolsó hete, ugye, hiszen karácsony, a 24-e, a két ünnep között mi nem szoktunk dolgozni, és ezt is megnyerted. Hát ennyi gyerekek, igen. menni kell előre. Hát ez a kőkemény profizmus, az érzelmeknek nem szabad még ilyenkor sem dominálni. Igen. Basszus, bekapcsoltam a rádiót, és pánikba estem a zenétől, hogy még senkinek nem vettem semmit. Na, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Egy picit kevesebb jön ma reggel, nyilván karácsony van is, ilyenkor már kevesebben vannak az utakon. De azért, ha még valaki már indult munkába, akkor írja meg nekünk, jó? Hogy mit látott, mit tapasztalt, milyen az ünnepi forgalom, és egyáltalán hányan vannak, hogy utakon, hol van baleset. Mendét rendbe tettük-e? Mendéről jött valami hír, hogy ott most valami 8 rendőr van kint, de az lehet, hogy valaki kamuzik, azt nem tudom. Ráadásul a téli csapadék ott is azért még oda vágott. Így van, ónus egy csak öcitálás. És mondjuk lassan, óvatosan tényleg. Így van. Főleg, akinek nincsen téli gumia. Hát, az meg a másik, hogy aki eddig nem tetette föl, az ne gondolkozó, úgyhogy december van, már nem tetettem föl, tessék föltetetni. Jó? Tessék rendesen föltetetni. Inkább a hólánc, mint a rablánc, tudják. Jézus úristen. Mendéről eltűntek az autókkal a legjobb karácsonyjáték. Na. Hát most akkor mégis elintéztük. Karácsony szerelmében továbbra is fenntartom, hogy a csapcserét komolyan gondoltam. Milyen csapcserét? A csapcserét. Hát elmesem, most már nincs ide elmesem, mit hogy gyártam. Azon gondolkodom egyiket, hogy Mendén, Józsi a CBA-ban most tolat, szerintetek forralt bort? Ja, a polgi? A biztos, hát a pecsenysütő mellett biztos, hogy árulják a forralt bort, igen. Oké, na jól van. Hát akkor írjatok nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Jó. Jött egy SMS, ez fontos, M3-as bevezetőn torlódás van, mert Rudolf patát cserél. Úgyhogy hasonló közlekedés gyerekre is számítunk. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik
pedig Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Boldog áldott karácsony. Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy áldott legyen az ünneped. Hát de szép! Nem meséltél még az adventi vásáról, mi nem jutottunk ki az idén. Milyen volt? Nagyon szép volt. Szép volt? Szép volt. Minden évben most is nagyon szép. Nagyon sok rendőr volt. Hál' Isten, vigyáztak ránk. Mi Győrben voltunk ugyanaz, mint tavaly. Nagyon szép volt, nagyon kellemes, jól csinálják egyébként, oda szoktunk így mindig évente menni. Lengyel Józsival is találkoztam, ugye, tortaszalomban. Nagyon volt, köszönöm szépen megint a meglepiket. Már vártam. Egy egész dobozzal kaptam most is tőle. Hát, vagy 20 darab sütit, alig tudtuk megenni. Köszi szépen, Józsi. Jobb, mi? Így egy hallgató, először kételkedtem, hogy karácsony van, de bementem egy CBA-ba, és üresek a polcok. Ugye, mert halljuk, hogy mi történik a CBA-ban. Sajnos. Szóltam, azt jobb fogja itt egy jó, hogy már most kitehetik a csokimikiket. Hallgassák csak, és felmutattam, hogy a zenére. A Vamp Chris, a Last Christmas, az nem nagyon kemény gyerek. Nem lőtt jó, hát igen. Azt mondja, hogy eddig csak sejtettem, de a mai naptól már tudom, hogy biztos, hogy nagyon betegek vagytok. Komolyan mondom, ettől a zenétől olyan karácsony hangulatom lett, hogy hívtam a Providentet, és kölcsönt vettem fel az új 4K-s tévére. Karácsony ajándékként írt egy másik hallgató. Azt mondja, hogy nálunk, ugye tudod, ünnepekkor adakozóbbak vagytok a játékosoknak és a hűséges hallgatóknak, és még nem érzitek át igazán a karácsony hát azért ma még lesz 3 játékunk. Bizony. Tehát, hogy azért ne rohanjunk annyira előre. Igen. Azt mondja, hogy ezt adjuk adásba, amit írtál. Jó, próbáljuk meg felhívni, ez jó sztori, ez mondja. Hát el tudja nekünk mesélni. Azt mondja, hogy vannak azért közlekedési érénk ennek ellenére természetesen, hogy ma kevesebben vannak az utakon, hiszen ünnep van. De nagyon kevés közlekedés. Igen. Tehát ebből látszik, hogy az emberek elkezdtek. Csend van. Hóhelyzet? Sehol nem. Egyelőre nyugi van. Idén sincsen sok hó, úgyhogy ne tényleg nem kell attól félni, hogy át kell ülni másik autóba emiatt. Igen. 3 hónapig aludtam már decemberben, mert úristen, furgonos Lacika küldte nekünk. Igen. Basszus, ez jobb, mint a Road to Hell. Áldott karácsony. Igen, egy kis rá, milyen jó kis hangulatos karácsony zenét varázsolt nekünk. Igen, nincs nagy kapkodás benne. Esik az eső, vezet hazafelé, mész karácsonyozni egyébként. Jó. Jó kis és mondja majd, hogy jogdíj ilyenkor, ezért. Van, aki még nincs karácsony hangulatban, gyerekek, tökön szúrom magam. Ne csinálj ilyet, ne lazulj. Na. Itt egy hallgatom, halló, jó reggel, ciao. Zsolti, halló. Hello. Na, hello, mi történt? Csak hogy ide illik az, amit el akarsz mesélni. Én megyek, most a Magyaróvára, Debrecen irányába az M3-ason, ugye hallgatlak titeket, kamionnal megyek, kamiont előzni tilosba, megállít a hatóság két villogóval, abban a pillanatban azt sem mondja, jó reggel, semmit. Azt mondják, uram, ez 30 000-be kerül. Mondom neki, uram, hát micsoda? Azt mondja, hogy előző külösbe előzött. Mondom neki, uram, ne üveskedjen. Hát karácsony van, hallgassa a Morning Show-t. Mondtad azt neki? Tényleg? Persze, azt mondja nekem, hogy ember, mi baja van magának? Ha neki, hogy karácsony van, azt mondja, ránézett, azt mondja, na jó van, takarodjon én. Komolyan mondod, hogy megúsztam 30 000-re. Nem mondod komolyan. Isten bizony, hála nektek. Na, látod? Hát... Jánosnak igaza volt, érdemes egyszer egy előkarácsony kipróbálni, hogy milyen szeptemberben tud az ember karácsony hangulatba kerülni, és látod, elengedtek a rendőrök, mindenki mindenkinek barátja, ölelgetik az emberek egymást az utcán. Hát ez egyébként kőkemény Jardoknak a szívét is megérintette, a szeretet ünnepet. Lehet, hogy hülyének néztek, nem mondtam, hogy hallgasson titeket, én is azt hallgatom. Persze, hát te tekerje fel a rádiót, hallgassa a karácsony zenéket, nincs rendőr, aki ne lágyulna el egy Chrisre a Driving Home for Christmas című remekbe szabott kis dalocskájára, úgyhogy. Jó van, és akkor elengedtek, de mi volt a vétség egyébként? Mit csináltál? Kamionnal előzött. Kamionnal előztél. Kamionnal előzött a tilosba. Ajajajaj. Persze, hadd szóljon. Várjál csak, Zsűl csinált egy fotót a rénszarvasos pulcsimról közben, mert hogy itt vidítok ebben. Mondjuk okay. Az 50. ma reggel fotóban. De... Igen. Zsoltikám, örülünk, akkor megúszta 30 000-et. Köszönjük a rendőröknek, nem mondjuk be, hogy hol volt a dolog, direkt, de csókoltatjuk őket, puszi nekik. Ciao. Hol látsz, remélem van nálam. Hol látsz, van? Megvan. Jó, van. Szuper. Figyeljél, jó.
M35-ös 30 centis hó, még a hótoló mostár be beszörményénél, úgyhogy messze vagyunk még. Az utak járhatatlanak a kótrosságot, persze küzdünk, hogy eljussunk az Ovi-ba a pici fiamban. Na, látod, kezdek. Karácsonykor ne vidd már Ovi-ba. Igen. Mi történik a CBA-ban? Kérdez egy hallgató, talán ő ott van most. Én azt hallottam, hogy a kelet-magyarországi zárnak be, mert hogy valami beszállítójuk, van valami probléma, és emiatt nem tudnak árut teríteni, és Kelet-Magyarországon bezárt az összes CBA, de az ideiglenes, hogy végleges, hogy most sok bezárt, azt olvastam. Kelet-Magyarországon. Valami beszállítói problémájuk van, de nem ástam bele magam nagyon a hírbe. Csak mondom azoknak, akik most tőlünk kérdezik, hogy ne induljanak el, ott most azok zárva vannak. Igen. Ákos híreit figyeljétek. Így van. Így van, 80 üzlet polcai maradnak üresen, ahogy látom itt a hírek alapján. Na, Jászberény felé a 32-es út akadálymentes, jó járható, most ment el mellettem egy hókotróból, de a karácsony ma kezd, köszönjük szépen. Mikor meghallottam a karácsony zenét, azt hittem elaludtam, a lányomnak be sem áll a szája, mit kér karácsonyra. Most hallgathatom hónapokig. Hát ez az. Bizony. Ez az. Hát ez van. Igen. Na, na csaptelep, elmondjam. Á, csap, mi van a csappal? Hú. Tényleg segítsetek, hogy egy szörnyű traumatikus élményem volt tegnap. Megvettem ezt a csaptelepet, ráadásul nem olcsón. Tehát, hogy ez most, ezért ez eleve fáj. De ne is állj, igen, főleg azért, mert Jani egy perc alatt talált egy 30 és 40 ezer forinttal olcsóban. Aztán a Viki még olcsóban. Igen, aztán a Viki talált még olcsóban. Ami a lényeg. Kihívtam egy vízvezeték szerelőt, aki nekem benne volt a telefonomban. Én nem tudtam, hogy ő ki. Nekem mindig úgy van elmentve, hogy ház, redőnyös, ház, vízvezeték szerelő, ház, gázos, tudod, hát csak ott hívod. Baláskám, estére ott vagyok, 5 órára. Hívom, jön, megérkezik. Furán méregeti a csaptelepet. Egy gyerek álljon ott egyszer törőköszönbe. Nézi a csaptelepet, és nagyon rázza a fejét. Egy. Na, mondom. Ne ajánljázzunk, csináljuk na, már meg. Na, mondom, ne temessük azért előre, hát ez egy gyönyörű csaptelep. Annyira nem volt rága. Ajja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 j
Hát, hogy be lehet-e azt oda rakni? Na, még pillanatra mondom, ezek nem. Álljunk egy pillanatra, mondom, mi az, hogy be lehet-e rakni az eredetit? Hát, hogy kompatibilis-e? Mondom, mi az, hogy kompatibilis? Hát általában, ha lecserélsz egy zuhanyfejet, azt ugyanúgy ráhúd teszed a másikra. Ha lecseréled azt a kis, nem tudom, azt a kis zuhany, nem tudom, nem rózsát, hanem ugye magát a, mi az az a cső, ami a csövet, akkor betekersz egy acélcsövet, műanyagcsövet, általában azért ez kompatibilis. Ha leszerelsz egy csapot, felszerelsz egy másik csapot. Ha leszerelsz egy fali csapot, tudod, aminek két bemenete van, ott ugyanolyan kétbemenetes fölteszed. Hát ráadásul ez ugyanaz a márka, ugyanaz a típus. Nem, ez ugye az R betűs, és nekem más volt, nekem a G betűs volt. De mondom, hát nagy baj nem lehet. Fölmegy, én nem mentem utána, nem mertem utána. Hallom, de kár én! Várja, én ehhez nem merek hozzányúlni. Ajajaj, mondom, nem, mondom, ez megígértem, mondom, ennek. Ő ez nem mer hozzányúlni. Akkor csavarhúzóval feszítsünk alá, ugyanis ugye ez egy álló csapta, kád mellől jön ki, és ez ugye le van burkolva, egy ilyen kis, hát egy ilyen kis takaró, ilyen kupak. Mondom, akkor csavarhúzót ide feszítsük föl. Csavarhúzót felviszem neki, ha én is látom, hogy nagyon baj, és a csavarhúzó másik végével, nem az éles részével, hanem a nyele része elkezd így ütögetni. Mondom, ravasz, szedjük föl a palacsintát is a serpenyőből, hogy alá, kicsit megkopogtatjuk. Jó, hogy őt hívtam. Fölszedi azt a cuccot, nem merek oda nézni, és hallok egy ilyen nagyon nagy sóhajtás, majd azt mondja, most van a baj. Hogy de szeretem ezeket. Balázskám, hozza már föl azt az új álló csaptelepet. Cipelem föl, ez itt rohadt nagy doboz egyébként, olyan, mintha vennél egy ilyen pingpongasztalt összehajtogatva. Fogója van a doboznak, vagy mint egy ilyen kempingágya. Egy ilyen szélerőmű lenne, mert csak kempingágya, fölcipelem a csaptelepet, megyek így szintesen. Mondom, nincs baj, és én tartom a lelket a vízvezeték szerelőben. Lehet tudjuk csinálni, mester. Mondom, semmi baj, mester. Megoldjuk, mester. Mondom, nincs itt semmi baj, mondom, nem kell egyből megijedni. Hát, nincs itt olyan probléma, hogy maga ne tudna megoldani. nincs itt semmi baj. Én barom, széttéptem a dobozt, mert annyira ideges voltam, hogy ugye nem szedtem szét, hanem ez egy rohadt nagy ilyen karton doboz, kicsit megtéptem, azért elkezdtem kicsomagolni. És kiderült, hogy nekem a régi álló csaptelepem, annak olyan a bemenete magába a csempébe, vagy hát onnan ugye kijön a víz a kád mellett, széle, igen, hogy a pereme. Az kerek. És ez pedig teljesen más, ez négyszögletes. És nemhogy nem kompatibilis, kilométerekről ordít, hogy a büdös életbe be nem rakod azt oda. Jó. És rá van írva, egy nagyon elkeseredett csomagolással együtt veszünk vissza. Egy nagyon elkeseredett vízvezetékszerelő rendes kis rák által varrott kis nadrágocskában, amit ugye a kisvakonnak is a rák varrott, áll egymásra borulva
könnyes szemmel, 10 percen keresztül álltunk egy ilyen lyuk fölött, és bámultuk, hogy hogy lehetnek ennyire rohadékok, de tényleg. Tehát ha te egyszer megveszel egy ilyet, a büdös életben nem tudsz mást venni, csak olyat, ugyanis nem fér bele. És nem tudjátok átszabni a lyukat? Nem tudod átszabni. Nem van a marmorukban idegvágó. Egy ilyen kráternyi lyuk tátong a fürdőszobában, hogy felszedtük ezt az egészet. Betenni az ujjat nem tudjuk. Mehetek vissza könyörögni, bocsánat, tessék, ez most egy eredeti csomagas. Megvan, rohadt nyomorultul fogod fél 11-kor állni ebbe a szaniterboltba, kétségbes, hogy vegyék vissza ezt, de nem azért, mert hogy szereztem, hanem mert egyszerűen nem jó. Tudtátok, én tényleg nem vagyok egy nagy szaki, én ez nem értek. De hogy lehet ilyen aljas módon megcsinálni egyet? Az egyiknek négyszögletes a bemenete, a másiknak meg kerek, és a büdös életben nem tudsz berakni egy olcsóbbat, ha szeretnél, vagy másfajtát, vagy más minőségű, amit az előző tulaj neked ad a bevásárolóba. Az kész. Azt kell oda neked mert berakni. Egyébként, ahogy mondod, a zuhanyfej cserélhető. Hát minden kompas és mindennel. És ez meg nem. Tehát azt várja, azt valahogy berakják. Be. De ez berakja, hogy vágott egy kört ugye valahogy a csempébe, és azt lesülyeztette, vagy na, először rakják, és aztán nem körbe. Nem egy négyszöget vágni, nagyon nem lehet mi. Oh. Sanszta, ott konkrétan betont kell bontani, meg minden. Jézusom. 10 percet ott vigasztaltuk egymást. Ittunk két unikumot, egy pálinkát. Köszönöm, mester. Hát, mondom, akkor nézzük végig a többit. Ha már messziről jött mester, hogy minden rendben van, nem mondta, hogy minden rendben van, majd. Egyébként nagyon jó fej volt, mondta, hogy hát ezért ő nem kér semmit, meglapogatta hátamat. De rendes. Igen, sok sikert. Csak Balázs. Nem kérem, sok sikert. Hívjon, aztán ha szükség lesz, nem? Nézem ába, kértek átba? Nagyon várjuk már. Azt mondta, nem kérek pénzt, elég sokba fog ez magának kerülni. Akkor biztos, hogy ne jöjjön fel a hőlékbefúvóval, meg a két bilincsel, mert meg tudom volna, csak akkor ide lesz, mert támaszva az oldalának a kárnak. Vagy nem olyan szép, de jó. Én a meleg vízim belőle. Na most tök komolyan kérdezem, van-e olyan, hogy az ártatlanság vérelme? Tehát van-e olyan, hogy a vevő úgy hülye, hogy ő egyébként nem rossz indulatból akarja, mert nem tetszik a színe visszacserélni, vagy visszakérni az árát ennek a csapteretnek, hanem azért, mert nem kompatibilis a csatlakozása. Meg kellett volna nézni. És ezért egy autót veszel, érted? Hát könyörgöm. Hát legyen már kompatibilis legalább az a rohadt csatlakozás. Ezért tételezi fel az eladó az alaposságot, mert nem 3000 forintért vettél, hanem sok pénzért vettél csapot. Igen. Úgy kellett volna oda menned, hogy tudod, hogy milyen a lyuk. Egy hónapja a családom lavorban fürdik, érted? Mert hogy konkrétan nem lehet hajadni se a kárt. Első vizet melegítünk. Érted? Hordóba melegítjük a vizet, és a hátamon kiskulacsba hordom be, hogy a gyerek tudjon fürdeni, érted? Mindent a családért, érted? Én lavorban zuhajzom, csak a családnak legyen jó, és vízforralóval öntöm a kádba a vizet, de most még ez is? Tudva, hogy mennyibe került a csaptelep, olcsóban megúszott, ha veszel egy új kádat. Hát még nem vagyok kielvei, hát még valahogy a vizet a kád elől ki kell hozni. Nem lehet valahogy a kört négyszögisíteni, tehát nem, nincs valami matematikai, egy univerzális megoldás erre, hogy csinálunk a körből négyszöget. Hát, az nincs, egy egyébként jó reszelő kell hozzá, és akkor szépen egyébként a sarkokat. Egyébként tényleg rohadt dolog, azt gondolom. Az. Tehát, hogy csináljanak olyat, hogy te bármilyet tudjál venni. Aha. Nem? Igen, hogy legyen. Ez ugyanaz, mint a telefontöltők. Azt is miért nem lehet egységesíteni, szabványosítani? Ezt is, de tényleg, az is így van. Mennyi bőrt húznak le rólad? Van ilyen, hogy a bevő hülye és visszaviszi? Tehát ilyen van. Ilyen van, csak nem cserélik vissza. Akkor mi van a jó indulat? Tehát maximum az, hogy igen vagy nem. Így, hogy most nincs meg az eredeti csomagolás. Nem mondjuk, hogy nincs meg. Ja, megvan. Tehát, hogy megvan az eredeti ezt csomagolás. Én magam csak egyedi néz ki. Egyedi csomagolás volt. Picit a kartondobó az olyan volt, mint egy lelkes gyerek, aki kibontja a karácsony ajándékot, egy picit, na hát sérült a kartondoboz. Xbox. Aztán pulcsi. Nem, aztán rénszarvasos pulóver. Hát. Szóval? Nehéz ügy. Hát szerintem ott nagy-nagy jó indulatnak kell lenni. Hogyha van neki. De a karácsony van. Amíg az is igaz. Na, hát ma úgy megyek vissza, hogy ma karácsony van. 24-én zárva vannak. Ja, az is igaz, nincsenek nyitva 24-én. Basszus, karácsonykor nincsenek nyitva. Fél, mondd azt, hogy pont ugyanilyet vett az anyósod. És nem lehet megsérteni azzal, hogy visszaadjátok. Kettő lenne belőle, mit csináljuk a másikkal? Hozza már be azt annak biztos, hogy jól csomagolás. Nem, mert mint a terméddalap volt. Bemutató terméddalap, azokon meg már nincs meg a csomagolás. Na mindegy. Hát mindegy. Szóval, hogy jaj, úgy szittem magam. Én ezekben annyira béna vagyok. Basszus, ezek nem mennek. Na hát. De egyébként erre ott van a vízszerelő, erre ott van a gázszerelő, mondja meg, mit kell menni. A saját szakmája. Mindenkinek a saját szakmája. Egyébként hát én ehhez nem értek. Hát hülye vagyok. Figyelj, csak most kend rá a boltosra. Ne, menjek oda és kenjem rá. Igen, hogy meg. Visszahoztam a boltot. És tudja, ki tehet maga? Maga! Azért, mert maga nem kérdezte róla. Aztán Balázs, milyen magának a lyuka a kádon? Nem kér, megkérdezte?
Megkérdezte, hogy milyen lyuk van a kádon? Négyszög. Nem kérdezte meg, nem. Ugye? Nem. Ugye, hogy ne? Hát akkor ki a csak hibás? Ment a jó pofáskodás? Ugye, csak aranyoskodunk meg, megrendeljük. Olyan régóta nézem már a műsorait, úgy szeretem. Ez most egy megbeszélt stratégia, hogy keményre váltunk, mert akkor megyek veletek, csak ettől lehet, hogy most esek el a viccacserétől. Nekünk semmi sem elég drága. Lehet, hogy most bukom el a cserét, érted? Hogy agresszívra, keményre váltottuk. Hát nem kérdezte meg. Tehát az eladónak kellett volna megkérdezni, hogy Balázs nézzen utána, nehogy baj legyen aztán, hogy milyen csatlakozó jön ki a földből. Látja, mert mutatom, van a négyszögletes, meg a kör. Az öné milyen, Balázs? De szép kérdés, mondtam volna. Így van, hazamegyek, ne tovább, hazamegyek, megnézem, visszatérek. Így. Egy szó, nem több, ne szálljon el fölöslegesen. Itt se vagyok. Egyik lábam, itt a másik. Mondtam volna ezeket. Hát, egyébként tényleg, lehet, hogy egy... Most azon gondolkozom, hogy eszkábálok valamilyen ilyen házilag gyártott alumínium átalakítót. Nekiállok egy ilyen félig fröccsöntött műanyag átalakítónak. Egy lemezvágó ollóval. És eláztatom a szomszédokat, a fürdőszobát, mindent. Hát. Szóval komolyan mondom, kikérem magamnak, de tényleg, szóval, hogy ilyen szemét aljas módon, de nem az eladót mondom. Ne, a karácsony van. Ja, tényleg a karácsony van, akkor persze. Nem mondjuk ilyeneket. Maga a gyártó, hogy nem beszél össze a másik gyártóval, és mondja azt, hogy figyelj, ne szívassuk őket, legyen minden kompatibilis mindennel. Uh-huh. Nem? Ez lenne a normális, de hát... Gondolkoztam egyébként, hogy hány embernek hány vacka heverhet úgy valahol, hogy megvette, de az ég egy adta világon rájött, hogy semmire nem tudja használni, de viszont nincs szívet kidobni. Én azon gondolkoztam, hogy nem nekem ezt a gyönyörű csaptepet nem lenne szívem kidobni. Ez valószínű ott várna az idők végezetéig a garázsban valamire. Vagy odaadnám valakinek, ha kell. De hát, ha vala hallgatók ezt valaki, akinek négyszöges kéne, és amúgy körre van ott. Hát, találunk egy hallgatót, aki vett egy kör alakút, igen. És elcserélni esetleg egy nem tud betenni máshova, mit a garázsban nem kell egy ilyen csaptelep, vagy a mit egy gyerekszobába közétre szépen. Igen, két gipstukó oroszlánnal, egy műmárvány ugromajommal. És azt berakom esetleg a szoba közepére. Felfelé fordítva a kertbe ivókútnak. Egyébként komolyan elgondolkoztam rajta, hogy egy ilyen sima meghajlított, nem tudom, ilyen félú alakú csapot mi az istenre tudsz használni? És hát nem beszélek azért arról, hogy Azért ilyenkor szörnyű ám a feleséged elé állni, és ilyen... Tudod, ilyen... Amikor úgy van veled együtt, hogy közben kicsit tudod, úgy sajnál le, és úgy pislant rád kettőt, hogy úgy érzed, hogy... Ráadásul ott el besamponozott hajja. Három hete. Jött az, hogy végre három hónap után hajat mosad, érted, besamponozta hajat, meg se kérdezte, és nézett rám, kérdezte meg el a nappaliba, hogy akkor ugye kész van az új csaptelep. És hát azért ilyenkor a nők nem kegyesek, na, szóval azt kell mondjam, hogy ilyenkor úgy érzed, hogy nem vagy jó semmire. Na. Otthon volt az esetnél, vagy később jött? Nem, ez egy ilyen fél meglepetés lett volna, hogy mire hazajön, és addig azt mondom, bekötöm a szemét, felbukdácsolunk a lépcsőn, elesik négyszer ott a gyerekrácsba, de én berángattam a fürdőszobába, és azt mondom, hogy nézd meg, drágám, ilyen férjed van neked. És most bement, és egy rohadt nagy lyuk tátongott. A régi sincs már benne. A régi sincs már benne. Néha ilyen buzgárszerűen így feltör a meleg víz belőle, néhány hajszállal, meg nem tudom, ilyen műanyag kacsa fejjel, amit a gyerek leharapott, amit így összeszedett a lefolyó. Egy ilyen kellemes, jó illat terjeng, ugye, mert az ott most úgy nyitva van, és azért ott úgy visszajön há, minden. Hát persze, az évek alatt oda mindenbe. Mondtam, ilyen a te férjed, egy aranyember, nézd meg. Nézd meg, mit csináltad te férjed. Úgyhogy jól állunk. És a gyerek most a kicsi az a szórakozó, hogy összes játékát oda tömködi bele. Tehát ez jó. Háborús helyzet van. Kifejezetten jó. Na mondjatok megoldást, okosok. Hmm? Szerintem szóljatok a szemetesnek, hogy hozza vissza a lavort. Nem, már kiöntöttem a gyerek homokozóját, azóta a kerti műanyag homokozóját, és most abba fürdünk. Tehát abba ki van véve most a homok, beállítottam a fürdőszobába, és úgy, ahogy ti fürdöttök, mi is taposunk ott benne. Figyelj, szerintem csináljátok, ez most még elég meleg van, hogy szépen tekerjétek össze kint a napon a slagot, úgyhogy tele van a tömlő vízzel. Igen. Napközben átmelegszik, este pedig szépen fölviszed a slagnak a végét, és belenyomatjátok a meleg vizet. És az haját most gyorsan. Meg is van. Gyerekek, megvan a megoldás. Dedikálva megveszem a csaptelepet 160 000 forintért, írja egy hallgató. Na, nagyon jó. Igen. Ajánljuk fel jótékony célra. Igen, Boltos valószínűleg ezt mondta, Bali, itt ez a hülye gyerek a tévéből, adj neki valami szart. De rohadt drágám. Fogasnak nem jó? Jó az ötlet, fogasnak egyébként tök jó. Hát ahogy ír azért. Annyi, hogy kicsit bevered a fejed az előszobába, mert olyan hosszú, de egyébként fogasnak nem rossz. Ferének otthon a húskampónak a kamrába. Arra se jó, hát ahhoz egy darabot. Két öregnek a műsorba sétabotnak. Ja, tényleg. Gyerekek, megvan a megoldás. Sétabotnak ott. Ez is sétapálca.
ezt kellett volna behoznom ma tényleg nektek, akit húztam. Na, hát az nem nagyon fér az 500 forintba. Csak mondjuk az nem fér bele az 500 forintba, de milyen szép ajándék lett volna. A végére egy ilyen gumiütközőt, tudod. Van egy megoldás, van egy megoldást kínáló emberünk itt valában? Hadó! Hello, sziasztok! Hello, Zsolt! Figyelj csak, Balázsom! Kellemes ünnepeket először is! Viszont kívánom! Meghív boldog békés karácsony! Kellemes magömlést! Na, na. Mi a helyzet? Hulladékfém díler vagy? Nem egész. Fogasboltban dolgozol? Így van, nem. Nem, igazából most éppen zsírt pakolok egy partneremnél, kenőanyagot, de a lényeg az, hogy dolgoztam 6 évig szaniter üzletben, és mondod itt, hogy fölvettétek a... Jó. Közben itt beszélek a partnerrel. Ja. Fölvettétek a vízes emberetekkel a csempéről a takarót. Na most a kör alakú volt eredetileg a csapodnak a szára, vagy az eredeti igen. csapod henger alakú. Na most minden csapos kötés vagy félcolos, vagy hárnegyed, de inkább félcolos és kör alakú, mert ugye szögletes menet nincs. Ez ideig oké. Okay. Igen, de... Na igen, az új csapot szögletes, na most nem az a lényeg, mivel nálad álló csaptelep van. Igen. És valószínűleg az eredetileg ez úgy lett beszerelve, hogy nem emelték meg a szintet, és rá lett burkolva, szint alatt van a csapnak a kötése. Így van, szint alatt van, nagyon jól látod, így van. Léteznek ilyen csaptoldók, létezik krómba és létezik bronzba. Teflonszalag megfelelő hosszúságú csaptoldó, hogy felemelje a padlólap szintjeig ezt a bekötést, és gyakorlatilag utána rá köti magát ezt a négyszögletest, és biztos, hogy van hozzá takaró rózsa. És akkor el van takarva, és nem kell bontanod, nem kell bombázni. Egy ilyen bronz bekötő hosszúságtól függően 500-tól 1500-ig terjed. Igen. Aha, azért meglátom a képet, ahogy Balázsot kötögeti a bronzkötőt. Ez megvan, hogy ez ellopom a bronzkábelt, oda indulunk, hogy mászok van. Majd, hogy a takaró lemez egy 10 centivel feljebb van, mint akár. Jani, inkább vegyél egy tortát. Nem, az a baj, hogy a takaró lemez is más alakú, és nem tudom berakni a csap és a kát közé, mert ovális az alakja, tehát hogy itt több bonyodalom is van. De jó, meghallgatom én ezt még adáson kívül. Jó? Jó, visszahívlak, okay. És akkor én minden megoldásnak örülök. Vigyázz az utakon, mert írja egy hallgató, hogy tükörjék mindenhol. Jó? Köszi, hívlak, ciao, hello. Hello. Hát ezért ez toldás-foldás nem. Aha, én mindig szerettem a látatlanot diagnosztizálást. Jó, oké, drága hallgatók, írjátok meg nálatok, mi az, ami hónapok, évek óta ott hever? Szívetek nem volt kidobni, de mikor megvettétek, akkor jöttetek rá, hogy na ez majd nem fog kelleni, vagy fölösleges volt, vagy az asszony nem szereti, vagy kör alakú helyett ovális, vagy négyzet, vagy kocka. Írjátok meg nekünk. És azóta ott van. A leglúzerebb vásárlásokat keressük, jó? Amikor valami jött vettetek, amit tényleg nem dobtatok ki, de csak azért, hogy a saját lelkiismereteteket megnyugtassátok. Viszont semmire nem tudjátok használni, mert nem jó. Van egy kiváló minőségű forrasztólámpám otthon, egyszer kapcsoltunk be. Azt hittem, hogy tudok forrasztani, de nem. Na, én ezekre az SMS-ekre gondolok, hogy ezzel hallgatokra. Amikor azt hittem, hogy tudok, amikor azt hittem, hogy tetszeni fog, amikor azt hittem, hogy majd sokat játszom vele, vagy sokat nézem, vagy sokat használom, azóta nem fogtam a kezembe. Egyik polcról a másikra, akkor egyik helyiség. Pakolom, gondolkodok. Miért vettél forrasztólámlát? Igen, mert gondoltam, hogy majd én majd ott már forrasztatok, hogyha esetleg valami érted, akkor nem fogom így ott össze tekergetni csak így a drótokat, meg aztán le szigetelő szalagozni, majd én összeforrasztom. És vettél egy forrasztólámlát? Ha, igen. Egyszer oda kapcsolva. De miért nem adod el? Ez is jó kérdés, ugye? Ez embernek olyan, akkor nincs nem, szíve. Még jó jöhet. Jó jöhet még valamire. Hát, ha még megtanulok. Nyilván, igen. Na jó, van. Oké, várjuk az SMS-eket. Jó, a legértelmetlenebb vásárlásokkal kapcsolatban írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi volt, amit tényleg nem tudtatok visszavinni, évek óta ott porosodik, és vár arra, hogy valamikor használjátok, de nyilván nem fogjátok. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez nem katasztrófa, csak karácsony! Cseng a cseng a csingiling a fagon! Kint hull a penyhes, és csendes az ég! Ez az ég is kapcsacskán véget ér! Mert ez nem katasztrófa, csak karácsony! Cseng a cseng a csingiling a fagon! Kint hull a penyhes, és csendes az ég! Ez az ég is kapcsacskán véget ér! A Morning Show! 3:48 múlt pontosan 2 perccel békés ünnepeket kívánunk mindenkinek. Nagyon szép karácsony. Próbálunk, ugye? Kellemest. Megnézzük, hogy működik-e, hogy lehet-e 30-okban karácsonyozni. Figyeljetek, itt János, tényleg azt hiszem, hogy az őrület határán van, tehát girlandokkal feldíszítve a stúdió, érén szarvasos pulcsiban üldögélve, kint felvágva a bejgli. Most hozták szóval meg a zselés szaloncukrodat, amire egyébként annyira áhítoztál, ott van az asztalon, sok a Gárdának az ügyvezető igazgató bejött, és egy doboz szaloncukorral lepett meg minket, és köztük volt természetesen.
A te kedved. Klasszik zselés, de drága, köszönjük. Köszönjük szépen. Szóval, hogy meg ünnepeket kívánom mindenkinek, így egy hallgató, hogy Ákosnak mondjátok meg, hogy, hogy nem ez jön össze-vissza karácsonykor, 30 fok kerülgetem, a hókot rúgat, ő meg vicceskedik. Boldog karácsony, de ezt Attila küldte nekünk. Nagyon jó üzenetek jönnek egyébként ki, hogy próbál átszellemülni, kiben mit váltott ki a karácsonyi zene, a készülődés, maga a kísérlet... A készülődés. Várjunk, természetesen mondjuk ezeket a dolgokat. Ausztriában furcsa néznek rám, mikor a hegy előtt bontogatni kezdtem a hólácot. Köszi nektek, bejött a főnököm, megkaptuk az évvégi prémiumot. Nagyon jó ez is. Ti nagyon betegek vagytok, ide egy hallgató. Van, aki ugye, valószínűleg hallott a tegnapi adást, vagy amikor kitaláltuk, mi ez a karácsonyi film? De amúgy jó pofa, szép napot nektek. Laci küldte nekünk. Azt a pont va írja valaki. Hát, ez ilyen. Meglepődtél, mi? Ne, ez ilyen. Ez ilyen. Bizonyám. Havasi koncerten, aki volt, írja meg, hogy milyen volt ez idén. Tényleg, írjátok meg, hogy milyen most volt Havasi koncerten. Megint elmenni, sajnos. Nem voltunk most Havasi koncerten, írjátok meg, igen. A népszavazáson végül is mi lett, nem, én nem emlékszem. Na, hát olyan régen volt, hogy már... Igen, nem. Két hónappal ezelőtt volt már, a október másodikára kiemlékszik. Hát most már december van, nem. Azt már el is felejtettük. Orvos látott már téteket, kérdezi egy hallgató. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit vett már meg fölöslegesen, amiről akkor azt gondolta, hogy jó, és aztán azóta egyébként ott hever a garázsban, vagy valamelyik polcon, valahol a fiókban eltemetve, konyhaszekrénybe berakva, mert a büdös életben nem tudjuk többet használni. Elmeséltem ugye, hogy jártam ezzel a fantasztikus csaptelep mizériával. És hát vannak hallgatóink, akik azért hasonló cipőben járnak, mindenkit elkap egyszer a vágy, hogy megvegyen valami olyat, amire azt gondolja, hogy az jó lesz majd még valamikor, vagy fogja használni. És aztán pillanatokon belül kiderül, hogy soha többet. Barkácsszakkör az egyik. Barkácsszakkör? Hát, hogy a barkácsoláshoz veszem, mint Jani ugye a forrasztóval. A másik a konyha technológia, tehát ott lehet ilyeneket venni, amit soha az életben nem fogsz elővenni. Soha. Büdös életben, csak azt hiszed, soha. Akkor jó ötletnek. Igen, hogy akkor nagyon jó. Egy kádat vettem és előlapját, csak nem jó oldalit. Persze nem cserélték be másikra. 3 éve ott áll a pincében, boldog karácsonyt, így hallgatom. A nejem pár éve vett egy porszívót, azt hitte, használni fogja. Vaxokkal, fixálókkal mindig megjárok. Látok egy újat, megveszem, de nem jó. Sajnos ezeket nem lehet kipróbálni, pedig jó lenne. Most is van 4-5 darab, amit soha nem használok majd el nyilván. Drága apusom tanácsára 2012-ben vettünk egy 4 mázsás vaskazánt. Hogy bekötjük, jó lesz az, ha az ukránok elzárják a gázt. Azóta is a 2,5 négyzetméteres kamra közepén van. Nem tudom megmozdítani. Amikor bevittük, még nem volt bent az ajtó. Zsolt küldte nekünk. Azonnal soha büdös életben nem jön ki többet. Az ott marad. Nálam pár éve üldögél szobadíszként egy elektromos hegedű. Igazi rejtély, hogy miért hittem azt, hogy tudok majd rajta játszani. Egyszer megpróbáltam, a macskát azóta nem láttuk. Úgyhogy ugyanitt elektromos hegedű. Boldog karácsony nektek, Judit. Na, én pont ilyenekre gondoltam. Igen, elektromos hegedű. Megőrülsz, megveszed, húzol rajta egyet, rájössz, hogy nyilván antitalentum vagy, semmilyen hangot nem tudsz rajta kiadni már, mint ami ugye nem hamis, és nem nézel felé többet. De nincs lelkiismeretet kidobni, mert azért költöttél rá. Hát persze, és nem keveset. Hát nem keveset. Amikor majd ráfűzöl. Igen. Meg a gyereknek jó lesz. Igen. Hát ha hegedülni akar, hát akkor... Na, hát ezen nem újjon. Itt a hangszervágán. 16 éve állnak a pincében a radiátorokhoz megvásárolt levegőterelők. 10-12 darab, a férjemnek nem volt érkezése felszerelni. Azt a célt szolgálná, hogy a levegő ne a falra menjen, hanem a szoba közepe felé. Zsuzsa írta nekünk Diózsról, ő levegőterelőt vett. És a teljes elmebetegség. Mondjuk szerintem téged picit átvertek ezzel, vagy van ez egy létező dolog? Vettünk egy kádba tehető pezsgőfürdőt, ami nagyon kellemesen pezseg, csak éppen a kompresszornak olyan hangja van, mintha fejednél porszívódnának. Egyszer használtuk, azóta a garázsban van. Az ott kicsim, ma enged ki a forró vizet, beülünk egy kád forró vizet, olyat jacuzzizunk, és beraksz egy ilyen kompresszor. Csoda, hogy nem vág meg az áram, tudod? Zseniális. Jó, hát melyik az a magyar család, ahol nem állott valamilyen fantasztikus, hiper, szuper, egyébként egyfunkciós fitnessgép valahol az ágy alatt, a szekrényben, itt a kamrában, stb. Megvették, mert csak 5 percet kell vele tényleg. Igen, és olyan lesz a hasad, mint a sportboldó megvettem. Gondoltam, majd csak kicsit erősítem a karomat, addig használtam, amíg kipróbáltam, soha többet. Ákos küldte nekünk. Októberfestre bajor jelmez, cirka 400 euró körül, a hasított bőrgatya fog, engedi a színét. A tradicionális cipő úgy törte a lábam, hogy hetekig bicegtem. Most Erzsébeten áll a szekrényben. Nagyon jó, és ez 400 euróért. És 400 euró. Azért az. Azt hittem, jó lesz, az 1 kilós csivava kutyának vettünk ugatás gátló nyakörvet. Nagyon mókás volt, mert mikor felraktam, az ölebb úgy megbillent, mint egy homlok rakodó.
Azóta is polcon van a kütyű 30 000 forintért. 30 000 forintért. Mi a gyerekmedencét akartunk venni gólyatáborba a gólyáknak. A dobozképű medence volt, megvettük 50%-kal olcsóban, akciós volt. Kivontásom után kiderült, hogy 3000 forintért medence takarót vettünk. Persze, az a medence is van, mármint a képen. Hát azt majd most idén karácsonyra megkapod a medencét, nyáron felfújjátok takarómával. Igen, az egyik haverom még jelentés, hogy gondoltuk azt, hogy egy letakart medence képével reklámoznak egy gyerekmedencét. Egyébként teljesen igaza van. A gólyák új feladata a vízhordás helyett a szappanozott fólián való csúszás lett a dombon. Átalakították. Aj, azt mondja, gyönyörű csipke magas sarkút vettem, de egyszer sem volt a lábamon, baromi kényelmetlen, viszont szép. Eladni eszembe se jut. Még lehet, hogy felveszem egyszer, Kriszta küldte nekünk. Szülinapomra kaptam egy szódakészítőgépet, miután tudták, hogy mindent mindig mentes vizet iszom. A szódakészítőgép nagyon jó. Egy kifejezetten emberek, aki csak mentes vizet iszik. Már a csomag bontásán az arcomra fogyott a mosoly, 5 éve kitűnő ajtótámaszom van. Félháron átveszem. Tudnál valamit csinálni egy szódakészítőgéppel? Jó szódagép, persze. Ajándékba vettünk egy pára elszívót, amiről kiderült, hogy beépített. Ő persze nem ilyet szeretünk volna. Megtartottuk, mondom, majd veszünk hozzá egy házat. A ház idén meglett, ahol természetesen nem beépíthető elszívót néztünk ki magunknak. Így kb. 3 év van egy eredeti csomagolással rendelkező pára elszívónk. Sokan vannak. Sokan járnak abban a cipőben, mint én a csapteleppel. Egyszer sokat fog érni. Karácsonyra magamnak vásárolt kenyér és kalácssütőgép a meghitt pillanatokért. Soha, de soha nem használtam. 2004 óta a pincébe hever. Merry Christmas. Ezzel itt sokan vannak. Ugye? Igen. A gyermekeim apja egy bicajt vett nem olcsón, első alkalommal borult egy marhanagyot, azóta az étkezőben áll a bicaj. Ennek több mint egy éve, lehet, hogy kettő. És ez étkezőben áll a bringa. Há, hol tartsa? Nincs garázs, nincs szoba falon. Inkább neki támasztok, hogy asztalnak. Igen. Karácsonyra kisírtam magamnak egy felső marót. Életemben nem használtam ilyet. Ez is ott áll a gardróban. Felső maró. Felső maró. Az mi a... Falamba tűz bele különböző dolgokat belemarni, hát az bármikor jól jön. Igen. Én 3 éve vettem egy hegesztő trafót, idén már vettem hozzá egy hegesztő pajzsot is akciósan, de még elektródám nincs, mert nagyon drága. Mondjuk hegesztenem se kell semmit, kellemes ünnepek. Hosszú évek alatt összerakja. Oh, helyes. Na jól van, hát köszönjük az SMS-eket. Jó volt ezt kicsit olvasni nekem azért, hogy van. Nem vagy egyedül. Nem vagyok egyedül. Évek múlva ott áll majd ez a gyönyörű csaptelep. Valahol. Nem kell valakinek? Neki támaszt egy ajtóra. Jó, csaptelep négyszöges. Jó, egy nagyon jó minőségű német evezőpadot tudnánk még mellé adni, ami nálunk áll otthon egyébként a sufniban, és amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy nagyon jó lesz, mert tényleg nagyon jó minőségű, csak aztán kiderült, hogy ülésmagasítóval tudom csak használni, ugyanis olyan hosszú karjai vannak, nem hogy olyan, mint hogyha a fejmagasságból húznám lefelé. Tehát van egy konkrét bőrészszöge le. És akkor kis semmit alá kell tenni. Hát és azt csináltam, hogy aláraktam egy ilyen párnát, és akkor azzal, de úgy meg ugye nem annyira kellemes rajta csúszkálni föl le. Úgyhogy azt is egyszer használtuk. Az ott van. Nagyon jó minőség egy német. Nekünk szerintem 4 éve áll a Törökországban megvett ilyen alma ízű teapor, ha esetleg kell. Hát azt már nagyon ne add el. Rutinos nem Törökországban járok, én mikor először jársz Törökországban, megvan, és az alma ízű teapor, és csak forró vizet öntesz ott, megkóstoltatják vele. Milyen Isten, azt hiszed, életet fogásra megveszel 6 kilót belőle, banános, tudod. Hazamész, és itthon már nem ül, tudod. Tehát itthon már nem ülkedik, tömbösítve ott van. Bármikor tudok nektek csinálni, ha jöttök egy nagyon finom banánízű teát. Nagyon jó egyébként. Na játsszuk, már is itt van a hallgatónk. A kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Oh, hello, sziasztok, boldog karácsony, Szanda vagyok! Szanda, neked is, igen. Hello. Bocsánat, csak még itt hallgatunk, itt a drón első repüléskor elszállt a látómezőből, azóta nézegetem a távirányítóját. Szanda, neked van valami esetleg otthon, amit nem használsz? Hú, nekem nincs, a férjemnek talán, meg így a családnak így mindent begyűjtünk. Ezek a örök gyűjtögetők vagyunk, jó lesz még valamire. Hát akkor nálad a férjed a nagy gyűjtő. Igen. Mit csinálsz, dolgozol, úton vagy? Úton vagyok, most raktam le a gyereket az óvodánál, és akkor megyek dolgozni, előtte még megejtek egy fogorvos gyorsan. Ó, hát akkor sűrű napod van. Igen, nem unatkozunk. És a kislány valamit szeretne az autóban? Látom.
Igen, igen, tegnap születtek kiskutyák a nagymamánál, és hát egész úton hisztizett befelé, hogy ő már most el akarja az egyiket hozni, és nem igazán tudtam elmagyarázni, hogy még várni kell egy pár hetet. Úgyhogy igen, volt egy kis háború, de hát most bement az óviba, és örömmel mesélt a többieknek, hogy hát megvannak a kiskutyák. És a fogászat már Szentestére? Igen, muszáj, bedurrant a bölcsesség fogalmaz, és mikor máskor karácsonykor, persze. Hát erről van szó. Hát igen, az meg kell csinálni májusan otthon. Persze, 50 ezerért kiszedik majd biztos. Persze, hát ilyenkor csak ügyelet igen. van, hát karácsonyra. Igen, igen, így van, így van. Nem sokára, hogy tudják. Nem tudsz enni, mert a beiglinek a izé bele, meg a morzs. Hát igen. Ki kell szedetni a gyorsan. Óvatosan a díjos beiglivel, néha van benne híj. Persze. Na figyelj, van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk, melyik legyen? Legyen a híres ember. Legyen a híres ember, na figyelj, óra indul akkor, hallgass meg. Próbálk csákat lednug. Atya úristen. Na ezt most még egyszer. Próbálk csákat lednug. Csákat lednug. 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 Gundeltaket, Gábor. Hát ebben a játékban már mindenki nyer. Ügyesek vagytok, így van, Gundeltakács Gábor. Eltűntél. Na most itt vagy újra. Itt vagyok, igen. Igen. Na, figyelj, van egy ajándékcsomagot, hát ha ezzel a leányzót sikerül jobb kedvet eríteni. Most még délig be tudod fizetni a telefon. Lehet, hogy kikapcsolták a számlát, igen, mert nem van. Újra itt vagy. Szandra, puszilunk téged, köszi, hogy még egyet hallgatsz. Ciao, puszi, hello. Karácsonyról is odaadtuk volna neki, hanem persze, gyerekek. Nekünk is van szívünk. Mégiscsak karácsony van. Na. Ajándékozás mikor lesz? Csak kérdezem. Balázs, az almaízű teaport a nejemnek elküldhetnéd karácsonyra, nem tudok szerezni. Tessék, gyerekek, adunk kezünk. Szerintem 8 után ajándékozhatunk. Hát 9 után gólörömjátékunk van. Ja, persze. 9 után ugye még valaki kijuthat Barcelonába, vagy hát megadhatja magának az esélyt, úgyhogy... Almapor oda kikéri az evezőgépet, és van még egy csaptelepünk. Gyerekek, minden van, hát minden van, ma karácsony, ma bőkezű vagyok bárkinek. És még ott van a forrasztó lámpám is. Igen. Egy perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket. Jó, óvatosan menjen mindenki. Ónos eső, köcitálás, csúsznak az utak. Vigyázzunk egymással, karácsony van. Jó reggelt kívánok! Váratlanul beköszöntött a tél, a hókotrók pedig sehol. Meleg karácsonyunk van, délután száraz időre készülhetünk, 30 fok is lehet. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 12 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és hát egy tudományos kísérlet zajlik, lehet-e karácsonyozni szeptemberben 30-ban, de lehet, nagyon karácsonyi a hangulat, karácsonyi zenék, jönnek a közlekedésére, hogy csúsznak az utak, sehol egy hókotró, meg ott a beigli, áll a fa, girlandok a stúdióban, úgyhogy komolyan, én nem hittem benne, az ember tényleg kicsit hallva ezeket a zenéket, hogy adás végére már tényleg átszellemül, és azt gondolja, hogy akár lehetne nekünk egy 30 fokos karácsonyunk is, úgy, mint Ausztráliában, Kaliforniában, nem? Tehát működhet ez egyébként. Tulajdonképpen, ha te megteremted azt, amiről karácsony szól, akkor ez tud működni. Egyébként egy ugyanolyan nap lenne, mint a többi, de valahogy mégis a körítés miatt egyszer csak karácsony lesz. Itt most tényleg minden arról szól, és működik. A szeretetet működik. És a békét sugázó fényképek az Instagramon. Így van, rengeteg Instagramos fotóval kiegészítve, majd még jön a folytatás. A Facebookon és az Instagramon is, ezért érdemes bennünket követni, és letölteni az Instagram applikációt. Ott is vagyunk már több mint 134 ezeren, úgyhogy lehet jönni még velünk. Az egyik volt a kollégánk, hát illetve nem volt kollégám, igazából csak egy folyoson dolgozunk, lázidasok mondták, hogy a volt tulajunk elment megint szánkozni. Annyira átszellemült, igen. Azt, hogy a srácok, nem elfeledni, nincs Kevin nélkül karácsony, hát az jó, de az RTL, tehát azok jelen pillanatban nem mi vagyunk, de reméljük. Hogy 26, a 25, 24, 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
Azt mondja, hogy hát nagyon sok SMS van. Főnökömnek üzenem, délután várom a karácsonyi borítékot, vastag legyen ám. Ez Gázos Petya küldte nekünk. Úristen, gyerekek, most ébredtem, el sem tudom képzelni, hogy mi történt, de egyre jobban tetszik az adás, kezdek átszelemülni. Én mindig írok közlekedési SMS-t, amikor nálatok best of megy, így ma is elküldöm. Szegény. Ő szegénykém azt hiszi, hogy valami régi adást hallgat. 2016 karácsonyát ünnepeljük, csak mondom. Így van, de belegondolt abba, hogy ez valami régebbi adás. Boldog karicsátok! Ez azt jelenti, hogy egy-két hét és az új évben indul ismét a Morning Show. Köszönjük szépen. Az M35-ös járhatatlan, leesett 2 centi hó, hívvel MacGyvert, ő megoldja, Joko küldte nekünk. Nyári gumika, veszélyes útnak indulni, csúsznak az utak, kellemes ünnepeket. Blaha dugó és balesetmentes, mindig írok nektek, ha felvételről megy az adás, ő az, így most is. Ő szegényként még mindig azt hiszi, hogy felvételről vagyunk. Drága fotók készülnek mezőlatányban, a hivatal előtt a Kisvárda felől érkezőket méri, boldog karit egyébként mindenkinek, Zoli írta. Nagykörösi út befelé elesett, igazán sózhatták volna éjszak az utakat. Bence. Ákosnak is boldog karácsony kívánunk, nagyon szeretjük a híreit is. Trafi Budapest Békásmegyer Ezüsthegy utca, még soha nem volt itt, lehet, hogy a karácsonyra való tekintettel érkeztek meg. Dori küldte el nekünk, és Laci is elküldte az SMS-t, és ma reggel Solymáról álom átjutni a második kerületbe. Hát látjátok, hát nem indulnak el 24-én már az emberek. Nem indulnak el. Mindenki otthon van már, így van. Eplénybe hoágyúznak már? Szerintem már, hát persze, nyitva van, igen. Ki az az őrült, aki decemberben jelentkezik egy szeptemberi játékra, hogy októberben utazhasson, és még novemberben is mérgelődik, ha esetleg nem nyert. Ez valóban így van. Hát, akkor ma nem lesz gólöröm. Akkor ma nem lesz gólöröm, így van. Ezt figyeld, az SMS nagyon jó. Ezt most nem értem. Egy karácsony adást ismételtek, de hogy lehetnek a közlekedésérek aktuálisak? Na, jól van. Oké, egyébként, ami az időjárást illeti, ma még 30 fok, holnap is, és aztán hát ijeszgettek ezzel a hidegfronttal, de úgy néz ki, hogy meg is érkezik meg szombatra. Úgyhogy lesz egy kis esőnk, és aztán viszont, hál' Isten, hétfőn kedden még rossz idő, de nem ez a hál' Isten, hanem utána állítólag azért még visszajön. Ha nem is 30 fok, de még marad valami azért a késő őszből. Jó 25-nek örülünk. Jó 25-tel kiegyezünk. Az már a tavasz. Október? Nem. Annyira beragadt nekem ez az október, nem. Szeptember végén pedig kitelepülésre megyünk. Így van. Na. Szeptember végén. Így van. Kitelepülni megyünk. Jövő héten, hétfőn már mondjuk a helyszíneket is. És ott is nagyon nagy durranás lesz egyébként majd az egésznek a vége. Te erről csit, ne többet. Például az adás magában arra tényleg jó, hogy megnéz, hogy milyen az, amikor 30 fokon ünnepelnek többen. Nem? Hát hányan vannak? Ausztrália, ugye? Nyugat-Amerika. Kalifornia rész, ott is meleg van. Igen, pontosan, az a már az, ja. Még hát rengeteg helyen még, ugye? Hát gyakorlatilag a komplet déli félteken, a déli félteken már, ahol tartják, ugye, ahol tartják, ahol ugye... Ott az mindenütt az van. És állítólag jó, nekem van egy ismerősöm, aki élt kint, azt hiszem Sydney mellett valami kisvárosban, és azt mondta, hogy marha nagy hangulata volt, már egy negyedikre hiányzott neki a hó, meg a hideg, de hogy az első három kinti karácsonyuk, az például remek volt. Tehát fürdőgatyában mindenki kint a parton, vitték a kis kosarakat, piknikeztek, és tök jó, úsztál egyet az óceánba, orba vágtad a fehér cápát, visszamentél is kész. És karisztál. És bocsánat, Jézuska látott valaha havat? De nagy vagy. Hát szerintetek? Nem jutott eszembe, de szerintem nem. Egyébként jó kérdés, igen. Na, egy csizunk. Ha, hogy a fenében-e? Persze. Kicsit, olvas közlekedést, hozom, jöve. Neked itt van, Jani? Nekem itt van. De nincs nagy semmi. De itt van, ja. A szatyorban. Már az asztal alatt. Már bekészítetted? Persze. Igen? Aha, itt is van. Nagyon akkurátusan csomagoltam, hogy beletekertem egy szalvétát. Elmentek a férfiak. Nagyon kis igényes. Én meg itt vagyok. Ketten maradtunk. Most nyugodtan beszéltünk a fejgombáról. De semmi... Na, adjuk át, aztán közben mondom, itt még valakinek nem tiszta, hogy mi történik, hogy lehet kijutni Barcelonába, kérdezi egy hallgató, hogy mi ma a keddi játékos, nagyon jó volt. Hát tényleg jó volt. Jó volt. De ez senkit ne zökkentsen ki, igazából. Figyeljetek, ezek pont arra jók, hogy oké, hétfő jó volt, keddi jó volt, szerdő, tök jó. Az a lényeg, hogy mindig az előzőt überelni kell. Hallottátok, hogy ők mit pakoltak bele? Szerintem egyébként ez egy tök jó dolog. Mert hallott, hogy ők mennyit tudtak, mennyit toltak bele, te ennél többet tudsz. És el is kell vállalni. Be kell vállalni azt, hogy vagány vagy, kemény vagy, laza vagy, kicsit őrült vagy, sőt nem kicsit őrült vagy, nagyon őrült vagy, és meg kell próbálni lenyomni az előzőeket, hogy ott legyél. Mindig arra kell gondolni, hogy nincs olyan, hogy ciki vagy kellemetlen, nem.
te ott leszel a stadionban, a Nukemben, és te fogsz ott szurkolni a kedves csapatodnak. Mindenki más, aki pedig abban a pillanatban esetleg, mondjuk valahol egy téren, egy utcán, bárhol. Neki lesz a cikk, hogy nem csinálta meg. Néztéged. Ő otthon fog szépen ülni, és a tévéből fogja azt nézni, amit te ott élőben átélhetsz. Bizony. 70 ezer ember társaságában. Bizony. Úgyhogy tessék jelentkezni, nem sokára jön majd a beugró kérdés. Na, srácok, ne szórakozzatok, már reggel óta folyamatosan csörög a telefonom, gumisként dolgozom, hogy mindenki fel akarja rakadni. Nincs már ilyen. De el tudom képzelni, hogy ez akár komoly. És akár tök jó, mert nem lesz tömeg majd novemberben. Novemberben mindig arra panaszkodunk, nincs hely a gumisnál. Na, ki kezdi az alcsi átadást? Tá-dá-dá-dá. Laci nem jött? Laci, valami van tényleg? Na most Laci magát húzta egyébként, és mondtam neki, hogy akkor cserélek vele, hogy akkor legyen egy ilyen, és mondta, hogy nem kell, ő szívesen vesz magának a játékot. Tökéletes, ezt gondoltam, hogy kiúzom magamat, egyáltalán nem szólok senkinek. Otthon marad, hallgatja majd, hogy mi mikor adjuk át az ajándékot, és akkor ő majd éppen boldogát teszi magát otthon. Százért. Igen. Na, kezdi valaki? Na? Áki, kezd el, kit húztál? Gyere! Gyere már, híreket hoztál nekünk? Híreket kell mondani. Én a Juliskát húztam. Juliska! Juliskának nem! Juliskának könnyű. Boldog karácsonyt kívánok. Pff, de beteg ez a csinyst. Bár nagyon durva ez az egész, igen. Ákos, te még nem szellemültél át, én azt hiszem, nem kaptad el. A csomagolásért, mert nem találtam sehol. Nagyon szép. Úgyhogy egy virágboltban lejmoltam ezt a kis... De kérted? Kértem. De jó vagy. Ne remegjen a kezed, Juli. Juliska bontja az ajándékot. Nem jó, de szeptemberre bontogat, egyébként tök jó ajándékot kapni. Én már izgatott vagyok, hogy mit kapod. Épp nyugodtan, Juli, nem kell udvariaskodni. Persze, úgyis szarul néz ki. Nem kell játszani, jaj, de jó lesz még valamire. De szép! Na várj, van rajta kis üzenet is, azt légy olyan. De mondjátok el, hogy mi az? Ez egy rózsaszínű bicikli csengő, egy gyönyörű. Ó, de helyes. Kedves Juli és Miró, legyen ez a csengő egy jel, amit csak ti ismertek. Egy perc nyugalom, vagy pesgés, csönd, vagy zene, néhány lopott pillanat. Úristen, mindjárt hányom magam, ez undorító. Ez nem te vagy, Ákos. Aha. Na, elmondom a sztorit akkor, hogy ez... Ezt azt találtam ki, hogy ez egy olyan csengő, aminek ti adtok valami jelentést, az lehet akár minden nap más, vagy nem tudom micsoda, hogyha ezt az egyikötök megcsengeti, akkor a másik rögtön tudja, hogy mit szeretne. Ez lehet épp. Hát nyilván Júli beszélgessetek, jó? 10-ből 9 esetben nyilván bujálkodás lesz a vége, de hogy egyébként bármi más. De aranyos, hogy mióta vagy te a műsor része, hogy ilyen ajándékot veszel? Nem tudod, hogy milyen szellemen ajándékozunk. Nem ismersz minket eléggé, hogy itt valódi örömet akarsz okozni. Honnan volt ez az idézet? Mire gondolsz, hogy Miró megcsengeti majd a nyelvét, eldugja jobbra? Juli lerakja a serpenyőt, megreggelizteti a gyerekeket, és elvonulnak a gardróbba? Nem tudom, ez egy érdekes kísérlet, aztán lehet, hogy beválik. Hova de fogod aranyos szerelni, vagy? Juli? Ákos egy romantikus fiú gyerek. Hova szereled, a konyhába vagy a hálóba? Nem tudom, azt hiszem, a Miró felhúzza. A Miró fogja húzni. Ja, igen. Ja, jó, viszont hosszú. Gyerekek, csak mondom, hogyha nem működik, akkor valaki küldje majd egy bringát, mert akkor viszont lesz értelme. Tehát van evezőpad, van csaptelep, cserébe viszont küldjetek egy bringát, jó? Oké. Juli, te jössz. Ez jó volt. Na, ő ilyen srác. Abszolút. Akkor ilyen jövök? Ő ilyen romantikus, csoda, hogy van gyereke. Ákos egy érző szívű, nem is való igazából közül. Valódi érzései vannak és mély érzései. Én nekem ma reggel autóban esett le a tantusz, hogy mi ma ajándékozunk. Ezzel én is így vagyok, ezért tudtam nagyon frappánsan megoldani az enyémet. Szeretnél találtál egy banánt az ülés alatt. Igen. Úgyhogy Jani. Ó, de jó! Aki kedveskedik, kizárom az ajándékozásból. Tehát aki Ákos után még tovább kedveskedik, bocs ki, Jani. Mit kaptál? Egy ezüst kis csillámporos, ilyen csillámló zacskóban van. Egy... Istenem! Végre! János még nem emeli ki, úgyhogy nem tudom mondani. Azt mondja, hogy ez meg... gyógyszertartó! Annyira kedves vagy. Kaptam a Julitól egy nagyon jó kis, azt mondja, hogy 2, 4, 6, igen, 7 napra elosztva. Azt hittem, hogy legalább egyik nap nem kell majd magam kemikáliákkal mérgezni. Az a lényeg az egésznek, hogy ugye a B oldalon vagyunk már elő teljesen Ferivel. Szívgyógyszer. És nagyon jó, és még ilyen kis akasztó is van rajta, a nyakamba akasztatom, és vihetem majd magammal. Hát, hogy a kulcs tartodra kell. Mondd csak, meg kell tanulni normálisan angolul, hogy tudjam, hogy mikor melyiket. De majd, hogy ne felejtsem el, egyszerre 3-at veszek be. Köszönöm szépen. Ez az egyik. Azt mondja, hogy
Mi az? Egy fekete zokni. 43-46-os 44-es lábamra. Ez egy picit elcsúszott, de... 100% egy pamut, hát azt le fogja dobni a lábad. Hát neked műszálhoz van szokva, azt nem fogja érteni a lábad. 100% nilon. Nem 100%, de ez is előrelépés, 92% pamut. Ezt nem fogja érteni a lábad, tehát meg fog fulladni ettől a sok levegőtől, amit kap. Csinálom egy pólót, kivágom két oldal. Ezt a lábad nem fogja érteni. És csipeszek. Erre viszont igazán szükségünk volt, és nagyon praktikus egy háztartásban. De jó, és nagyon örül. Szépen köszönöm. Ruha csipesz. És ennek tényleg örül. És ráadásul, hogy látom, román. 600 forintot költöttem. De jó, román csipesz. Nem lehet. Hát 600, nem 500. Hát törjél le belőle négy csipeszt. De várjál, még van még, van benne egy apróság. Tényleg? Aha. Még ez még mind belefért 500 forintban? 600-ban. És egy tűkészlet. Na, ennek viszont most igazán örülök. Fú, hát itt valódi örömokhozás megy, én nem szeretem az ilyen... Persze, hát milyen lenne. Ez jó lesz. Szerintem, nagyon jó. Fogod tudni használni. Feri, valamit elcsérem az ő ajándékát a 46-os zoknit. Jó, bármi az enyém, adom. Boldog karácsony. Köszönjük szépen, Jöri, kit húztam. Tényleg akkor. Azt mondja, hogy hát én a Vikit húztam. Ó, oh, Victoria! Sok jóra ne számíts! A szatyor nem azért nagy, behoztam a vízeket. És a szatyrot visszakéri, úgyhogy arra figyeljél. Valami olyat szerettem volna Vikinek, ami tényleg ilyen szívhez szóló, meg ilyesmi. Én tudom, hogy ő nagyon igényes, ugye a férje urával együtt, és hogy akármit, akármiből nem fogyaszt, és arra gondoltam, hogy beszerzek neki valami olyasmit, ami tényleg csak neki lesz. És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy örülni fog, mert ez annyira ő, és mindig felnéztem rátok azért, hogy ennyire tudjátok hype-olni ezt a márkát. Tessék. Na néznek. Úristen, egy félig becsomagolt, ilyen félig kinyitott. Egy ilyen rózsás csomagoló papírba, egy félig kinyitva. Mi az? Egy bögre? Egy zöld színű bögre. Zöld színű bögre. Egy kávézó lánc bögréje. Rosszul van felírva, fordítva az R betű. Úristen. Egy bögre, nem. Egy kávézó láncnak a bögréje. Igen. Rosszul felírva. Ezt te rajzoltad föl rá? Igen, picit volt. János a sima zöld bögrére felrajzolt annak a kávézónak a logóját is. Az alján mi van? És a képén, illetve... Hungary 2016, nagyon jó vagy. Atya úristen. Jó, hát nagyon-nagyon köszönjük, nagyon jó vagy. Nem költöttél ránk sokat, ez külön tetszik egyébként. És tőled kapok? Még egy más húztát, ja? Nem, ne reménykedj. Na? Már kaptál. Ja, tényleg kaptam. Anna! Anna! Igen, és ami benne van, arról tudni fogod, hogy mire. Na, Anna kapott egy szatyrot, egyébként egy karácsonyos zacskó volt, tehát nagyon, nem tudom, honnan szedték, tessék. De jó Isten! Kedves Anna, tavaly te húztál engem, most pedig én téged. Remélem, hogy még sok-sok reggeli teát és kávét fogyasztunk el együtt, úgyhogy ezzel majd megjelölheted, hogy melyik kié, nehogy Zsüliké véletlenül más dupla koffein adagját idd meg, mert tudod, milyen nehéz vele, amikor túlpörög. És arra is gondoltam, hogy a későbbiekben valószínűleg ugyanúgy rád, meg Janira hárul majd a csészék mosogatása, ezért nem csak emlékezetes, de remélem hasznos is lesz, amit a novemberi Jézuska hozott neked, millió puszi, ölelés és nagyon boldog karácsony. Úgy is tudod ki. Köszi, Miki! De nézd meg, ki van égezve körbe. Nézd oda! Körbe a papír. Ó, de már! Ó! Fú, de mindjárt hányok. Egy mosogató. Nem bírom az ilyen gicset. Egy mosogató. Ja, egy lány. Én azt hittem egy vécétörlő. Ez nagyon jó. Ez... Úristen, Viki. Anna sokat mosogat, kapott egy lányarcú mosogatókefét. Ez zseniális, mi és pohárjelölő. Pohárjelölő, hogy tudhat. Pohárjelölő, hogy nehogy a Zsülike. Hát persze, nézd oda, Jani. Csecse. És mosogatósz. Köszönöm szépen. Válasszunk szint magunknak. Szuper, igen, már hát majd persze. Ez gyönyörű, nagyon tetszik, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Én Ákost húztam. Itt valaki tényleg örömet akart okozni a másiknak, nem szeretem. Ezt nem tetszik ez a vonal. Puszi is! Boldog Ákos karácsony. Boski, mit kaptál? Nagyon helyes kis karácsony az acskóban. Egy oraveckot tetett.
Mi az? Csokoládé prémium quality. Hát benne ez lejár, az utcán. Ez volt otthon a spejzban. Lejár. Lejár. És akkor mi van? Szeretettel adja. Na, az viszont jó fejség, ha lejár. Szeretettel adom. Hát kellene az jó fejség, ha lejár. De jó. És egy arckrém. Na, de az is lejár. Hideg van. Az nem járt le, de hát ebbe a zimankóba, milyen idő van ma is. Bekeni a kis bőrét, áki azt nem a kis úgy lejárt. Cínom. 2014-ben járt. Az jó fejség. Az jó fejség. Az viszont jó fejség. Az viszont jó fejség. Egészséged, Rákoskám. Te nagy gurmé vagy, tudom. Na, és most következnek megállt azok. Kör. Várj, megállt a kör, akkor folytatom én. Jó. Na, és zsült húztam, úgyhogy találtam én is egy ilyet a Spice-ban. Szerintem ez 2 vagy 3 éve, és ez egy ilyen kis olasz sütemény, ami hát szerintem egy ideje már ott van a Spice-ban sok szeretettel. De ez soha nem romlik meg. És azt gondolom, hogy a kreatívan elkölthető ajándék a legjobb ajándék. Úgyhogy sok szeretettel ezt nézd meg, mert én ezt tudtam kitalálni. Amit az ember a kreativitását tudja Ja. Ja. Szerintem az a legjobb ajándék, amikor az ember magára tudja fordítani, becsomagoltam egy borítékba 500 forintot a zsűlnek. És adok hozzá egy 2012-ben lejárt ilyen Pannatone nevezetű remekbe szabott zsüteményt. Zsűl, amit szeretnél, amit kívánsz magadnak, amit kinéztél, vedd meg. Jó? Jó, de észel. De aztán nem ám túl költekezni. Jó. Nem ám túl költekezni. Zsűl, te engem húztál. De tavaly is. Tavaly megkaptam a fél állatkertet, a parasztudvart, ugye? Ha most zócsemegét hoztál, akkor megverlek. Persze, persze. Na jó, akkor viszont tudom, hogy engem kihúzott. A jó, Zsül, add át a gyorsan. Add át a Ferinek. Jó, örülsz az ajcsinak, Zsül? Igen. Jó, 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 majd mondd meg, mit vettél belőle. Jó? Érdekel, hogy mire költötted. Én vettem neked, mert hogy Velencén tartok. Én megnézem, te ne akard elmagyarázni. Felvezetje, végre beszél. Végre beszél. Na mondd, mit vettél? Szóval, hogy hozzájárulok a velencei estéjéhez. Mit kaptál? Hát mit csoda, sosem. Ez egy boros üveg. Egy üres üveg. Hát csodálat, egy üres üveg. De rendes vagy, Zsül, a mindenségét neki. Tudja, hogy nálam van mit beleönteni, tudod? De a mintára hívnám fel majd a figyelmet, külön egy ilyen ragasztott műszőlő levél van rajta, de gyönyörű. De egy vékony nyakú, igaz, egy kis boros üveg. Az. Ugye, Feri? De ez lehet. Itt mi? Ezzel volt felakasztott. Ja. Nem vágta le. Nem tudtam ilyen. Semmi. És mi? Vettem bele valót is. Ó, igazából. És egy üveg, Rozi. Hogy gyerekek, az 500 forint alatt vagyunk, csak mondom, hogy azért az üveg és a bor kettő együtt. Még vettél egy üveget és egy bort, és még mindig elköthetett volna 400 forintot. Igen. És most ráadásul még hozzájött 500. Ó, és kapott tőlem 500 forintot. De drága vagy. Hú, gyerekek. Na! Na ide velem, mit kapok? Én ugyanaz vagyok, aki te, tehát, hogy reggel mondani, igen, hogy ezt vettem, a magát a csomagolást, ezt kérem vissza, mert 360 forint volt a... Jó? Tehát a legnagyobb öröm nekem visszaadni a csomagolást, mert nem kell elrakni. Jó, tehát azt vedd ki, és utána majd még az ajándékot is visszakérem, tehát, de tényleg kérem vissza. A csomagolás már is visszaadtam. Csomagolás 360 forint. Mi na az? Most várjál. Egy doboz étcsokolád. Olyan vagyok, mint a gyerek, mire? Aki PlayStation-t vár, és pulóvert kap, tudod, így beleviztem, és így... Igen. Oh. De ezt tudod mire? Tudom mire. A marha pörköltre. Légy szíves, igen. Mert ez a csokoládé, ez pontosan 1000 forintba kerül. És Feri levágta egy késsel felét, hát. Van egy fél doboz étcsokoládém. Köszönöm szépen. Figyelj, 83. Ez igazán kedves. Figyelj, 83%, 85%-os kakaótartalmú, egy 1000-es volt tök a tábla. Tök nem, 500 forint az 500 forint. Venni, és kértem vissza, így van a csomagolás, viszont, mert ez 360 forint. Azt mondom, hogy 2017-ig jó, tehát legalább ő jót vett. Nem úgy, mint én a Zsülnek, vagy mint Anna Ákosnak, tehát, hogy, mert hogy mi lejárt szavatosságot adtunk. Nagyon rendes, egy fél tábla csokoládé. Ahogy nézem, most legalább 5-80. Egy kicsit ferdén vágtam, mégiscsak karácsony van. Zsül, add már vissza az 5 kilomat, adok egy fél tábla csokit. Jó, gyerekek, azért én látom, egy-két ajándék szívből jött. Ezt így kell csinálni. Tehát itt van, aki tényleg ajándékozott, és van, aki a mi mentalitásunkhoz képest ajándékozott. De jó, hát ez... Tisztázokni a fiókon van, Feri. Jó, köszönöm, van egy behatos, jó lesz. Úgyse veszel főpamot zoknit, mert nem érted. Ne, tehát te arra nem vagy felkészülve. Hát a lábam kiütéses lesz tőlem. Csak a műszálat bírja. Na jó, van. Oké, óvatosan menjetek az utakon, jó? Mert hogy csúszósak az utak, és mindenkit hazavárnak. Jó? Kellemes ünnepeket mindenkinek, Ákosi nagy hírekkel. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:90 pontosan, hello. Drága hallgatóink, itt vagyunk, írja egy hallgatónk, hogy rossz látni, hogy egyesek a karácsony sem ünneplik. Úgy csinálnak, mintha egy szeptemberi napon lenni. Ez a szeretet ünnepe. Micsoda szégyen ez, írja egy hallgatónk. Semmi nem szent ezeknek. Hallgattak titeket, és annak biztos ellenére, hogy... mormonok. Igen, hallgattak titeket, és annak ellenére, hogy utálom a karácsony, most úgy ráhangolódtam, hogy még soha. Jobb, mint az eredeti, lassan azt mondom. Én szerintem egyébként ebből látszik, hogy tényleg minden fejben dől el. Tehát ha egyszerűen veszed a lapot, és elkezdesz ráhangolódni, kicsit el tudod magaddal hitetni, hogy tényleg. Aztán persze kinézel az ablakot, és nyilván rájössz, hogy nem, de hogy... Nekünk meg aztán még pláne segít itt, mert a beigli, meg az ajándékok, meg nem tudom, de egyébként működik a kísérlet. Tehát önmagában tényleg rá lehet hangolódni, úgyhogy 30 fok van. Nem véletlen Ausztráliában, Kaliforniában tényleg ugyanúgy karácsonyoznak. Csak simán. Hát picit más a hangulata, de szeretjük. Hát pont az előbb volt a barátnak, hogy kinéztem az ablakon, és itt szembe a hídnak az oldalában valaki lepakolt egy nagy kupac újságpapírt. Oda néztem, láttam, hogy fehér, azt hittem hó. Annyira, ez is nagyon komolyan mondom. Annyira hat a pszichózis, hogy azt rám nézett, és azt mondta, azt hittem hó van kint, és hát tényleg a konkrét elkeseredést láttam az arcán, hogy nem. Tehát hogy te nem. Teljesen átalakultál egyébként. Na, egy-két közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik nekivágtak karácsonykor, nyilván mennek a rokonokhoz. Az ország területén, ahol csillapodott a havazás, ott a vonatok szolidaritásból közlekednek késve. Megértésüket köszönjük, kellemes ünneket, hát Mávin Ford. Boldog karácsonyt! Az M35-ös járhatatlan, ott segítsetek valamit megoldani. Gábor küldte nekünk. Nyári gumikkal veszélyes elindulni. Vigyázzon mindenki. Blaha dugó és balesetmentes, bármit is mondtok, most jöttem ott át, nincs semmi, így most is jól lehet haladni. Köszönjük szépen. Mező ladányban a hivatal előtt a Kisvárda felől érkezőket mérik. Drága fotók készülnek, boldog karácsony mindenkinek, Zoli írta nekünk. Valamint elesett a Nagykörösi út befelé. Ez lehet, hogy a sózás hiánya miatt van, minden esetre ott is dugó van, úgyhogy nagyon nehezen lehet haladni. Bence, köszi, hogy elküldted. Trafi van Budapesten, a Békásmegyernél, az Ezüsthegy utcában, még soha nem volt, most kijöttek, és nem kamu a mendei rendőrös történet, tényleg 8 rendőr van kint mentén. Nagyon helyes. 6 a CBA-nál, 2 a Zebránál. Ezért a gyerekek, ha valamivel foglalkozunk, azért azt megpróbálják megoldani, le a kalappal az ORFK előtt, köszönjük szépen, igen, hogy kimentek és segítenek a mendélyeknek, a sűsápiaknak, hogy kicsit gyorsabban jussanak be. Valószínű, hogy egyébként flottabb is az áthaladás. Meg friss az oldalas. Igen, a polgi pecsényes ütébe friss az oldalas. Mindig friss az oldalas. Na, oké, hát akkor egy kis ízelítő, hogy mire kell készülni 9 óra után. Megmutatnánk akkor nektek egy-két játékost, hogy mi történt velünk. Szernát még majd be tudod esetleg pakolni? Jó, hogy mire kell készülni? Ugye miről szól ez a játék? Csak röviden elmondjuk. Kiadó még 2 darab hely a Beko Barcelona meccsre, ugye a Beko támogatásával, a Barcelona egyik főszponzor és a Beko egyébként, a Beko páholyával. Október végén van a meccs, valaki már megírt, hogy ha minden igaz, az október utolsó hétvége, akkor a Granadával játszik a Barcelona, ami gólzáporos meccs lesz, tehát nagyon jó hangulatú meccsnek nézünk elébe. Állítólag szenzációs lesz, sok gólt lő a Barca nyilván. Annál több gólt csak akkor rúgtak volna, hogyha megvalósul ez a Barcelona-Beko meccs, amit felvezettél. És a Bekónak az alkalmazott ilyen fehér köpő. Mennék Messi ellen. Igen, igen, és most igazgatok ebben a pillanatban, nem, sajnos, már előtt a labdás kapura vezeti egyedül. Gól! Mindjárt eljutnak a 16-osig a Beko játékosai a sajátjukig. Igen. Szóval jó meccs lesz, jó meccs lesz. És ebben van egy barcelonai városnézés. Ha megnyered, mert te kapod a legtöbb lájkot, azzal jössz, akivel akarsz. Ha a gyereked szeretne ott lenni vele, a feleségede, a barátnőde, a szerelmeddel, a szeretőde, akivel akarsz, azzal jössz. Csak vagyis... akkor ne szólj a feleségednek. Igen. Azért az... Vagyis két hely kiadó, mert hogy másod magával jöhet az, aki nyer péntekem. Szombati indulás van, szombat városnézés, vasárnap reggel kimegyünk a piacra, kiviszlek benneteket, megkajázunk, ott van az egyik legjobb Párizs mellett, a barcelonai piac. Az ott a La Rambla mellett, ugye sétálj mellett voltam, mert az gyönyörű. És isteni kaja van, brutál jó ott piac. Fogunk reggelizni, ha csak a szállodában nem adnak jobbat, aztán irány a meccs, másnap reggel mi kimegyünk a tengerpartra, így fog feküdni, és süttetjük magunkat a jó napsütésbe, és aztán jövünk vissza. Na, milyen? Jó lesz az. Meccs után találkozás a Granda ultráival, utána egy kis időzés a balesetes emlékszeten. Így van. A baseball ütők elhárítása, a bokszerek, boxertámadások kivédése. A szilágok eltávolítása a homlokunkból. Igen, a Gáspré támadás hárítása és elhajlás a gáspelő elől. És végül könnyes búcsú Barcelona.
Na, voltam rámeccs a gyerekeket, egy elképesztő össze, ahogy besírsz, és hát egy perc alatt kiürül a stadion, ezt meséltem, és nem érted, békében, nyugodtan mindenki elmegy. Szóval, hogy fantasztikus élmény, tényleg fantasztikus élmény. Nem is verik egyben, nincs egy kicsit csak, nem? Nincs semmi nagyon, ráadásul féltik ugye a helyüket, meg a jegyüket, az állambérletüket, tehát nem mennek bele semmibe, és ahogy kijönnek a Real játékosai, előkerül, mint a 70 ezer ilyen fehér zászló, és ezt mindenki elkezdi lengetni, és hát besírsz a gyönyörűségtől. Szóval, hogy igazából nem kell foci drukkernek lenni, annyira átszellemülsz, hogy üvöltesz. És egyszer csak Real drukker leszel. Én kicsit már Real, meg ha már spanyol foci, nekik drukkolok, de nem vagyok nagy foci drukker, de ott annyira elkap a hív, hogy az egyszer felfoghatatlan. Ott kell lenni egyszer, nem lehet elmondani, hogy ez milyen tényleg. Szóval fantasztikus, fantasztikus élmény. Na, mutatjuk, mit csinált a játékosunk kedden. Jó, csak hogy hát magasan van a mércén, azt hiszem. Magasan van a mércén, nem hájpoljuk mi Ákos, de hallgassátok meg. Ez volt a keddi játékosunk, figyeljetek. Jó, jó, elkezdődtünk lassan, most már elkezdődött a mérkőzés. Már megszereztük a labdát a 92. percben. Kapusnál a labda, a kapus indít. Piqué megszerzi a labdát, tovább passzolja, Xavi, Iniesta egy visszapassz. Mascherano is megérkezik. Fut a szélen Neymar egy visszacsel. Érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi. Na, hát ezt nagyjából így kell csinálni. Szóval ez a szín, csak hogy értse mindenki, hogy aki még ki akar jutni Barcelonába, az írja nekünk, aki úgy érzi, hogy ezt meg tudja haladni. Ugye a legutolsó játékunkban tavasszal a pénteki játékosunk volt ilyen. Most azért mutatjuk, csak hogy legyen annyi előnyötök, hogy mit kell megugrani. Mert ha ezt nem tudjátok, nem is érdemes jelentkezni, hiszen csak azt tud kijutni, aki Ákosnál jobb. Aki Ákosnál jobb, mutatjuk a szerda játékost, ő is ügyes volt egyébként. Nem mutatjuk akkor? Jó, most mutatjuk. Kívánok jó szurkolást mindenkinek. Barcelona Celtic VL mérkőzésen vagyunk. Harmadik percben adogatnak hátul a védők. Umtiti, Piqué, André Gomesnek adja a labdát. Közben már elől Neymar is Messi helyezkedik. Suárez közbe lép, Suárez kapja a labdát. Kitolja balra Messinek. Neymar üresen középen. Neymar kap egy paszt, visszaadja a Messinek. Messi eltekeri hosszúba és gól! Mekkora gól Messi harmadik percben! Gola! Nem rossz. Gola! Vezet a Barcelona 1-0! Végén kezdte elkapni, igazából igen. Azt kell tolni, amit a végén tolt, az utolsó 5 másodpercben a játékosok, ezt kell. Jó? Szakmailag azt mondták, hogy ez ugye... Szakmailag jobb volt? Igen. Jobb volt, meg ráadásul valami utolsó meccs, tehát a játék előtti utolsó meccset kommentálta őt, hogy ez megtörtént meccs, de hát az a gól öröm, ugye, az a játék címe. Bizonyám, és a vége 3-1 lett, ugye, a Barszának. Így van. Úgyhogy... Tessék jelentkezni, jó? Ha jók vagytok, csajok is, mert szeretnék egy lányt is meghallgatni, tényleg. Lányok, akik a pasiukat vinnék ki, vagy a szerelmük nagy álma az, hogy ott lehessen Barcelonába, vagy Barca meccsen. Csajok, tessék akcióba lépni. Fontos, hogy aláírjátok az SMS-t, mert úgy látjuk. Így van. Hogy kiküldön nekünk, meg egy kicsit jellemezzétek magatokat, hogy mit nyújtanátok nekünk, ha adásba kerülnétek. Ugye jó? Szívesen elvinnék azt a férfit arra a meccsre, ahol láthatják azt a férfit, akihez hozzámentek volna a helyet, aki mellett ülne. Igen. Na, ne jópofaskodj, ejtelem, nyomd a kérdést. Ja, tényleg. Karácsonyban most hadd legyen. Nem pörög túl, értem, hogy karácsonyban, ne nyomd a kérdést. Oké, ki játszott a legtöbb hivatalos mérkőzést az FC Barcelona mezében? Uha. Ezt tudni kell, egy hihetetlen nagy legendás labdarúgóról van szó. Minden Barca fannak egyszerűen tudnia kell, hogy ki ez a játékos. Már egyébként nem játszik ott. De még játszik valahol? Szerintem még igen, de valószínűleg már csak levezet. Aha. Csak pénzt gyűjt valahol. Nála többet senki. Messze ő... Messze ez üzenet volt? Üzenet volt? Nem volt. Megírjátok. Lukra futtok vele. Nem. Messze ő játszott a legtöbbet. Jó, a Barca színeiben. Figyeljetek, ott az internet utána is lehet nézni, fölhívni rokont, apukát, anyukát, foci szerető társasházban lakó szomszédot, bárkinek lehet szólni. Legendás játékosról van szó. Segítek, fingom nincs. De nyilván tudni fogjátok. Úgyhogy írjátok meg, ez a beugró kérdés. Úgyhogy jövünk nem sokára a gól öröm játékunkkal. Illetve mutatjuk, hogy mi a beugró, a hármas ugrásra figyeljetek. Hát kérlek, ne
Ezt azért mutassuk meg még egyszer, hogy jó sűrű van. Ott volt a mi Tibink is. Ott volt? Tényleg? Ott volt a mi Tibink is. Mutasd. Ja. Aha. Tényleg. Ráadásul ez egy jó kis dal. Jó kis dal volt ott. Na, drágáim, írjátok meg, mit hallottatok. Jó, kettő darab dalcím vagy, előadó, erre van szükség, ha játszanátok hármasugrás. Mi pedig jövünk ezzel a játékkal és a gólöröm játékunkkal. Ákos, ide jutott. SFM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És még mindig tart a karácsony. Igen. Gyerekek, beigli, halom, tényleg itt, és hát ajándékozás. A Facebookon és az Instagramon tele vagyunk fotóval, úgyhogy tessék bennünket követni. Instagramon is letölteni az Insta applikációt, Klassz FM Morning Show alatt tudtok bennünket megtalálni, és ott olyan fotók vannak, amik nincsenek a Facebookon. Így van. Tehát ott más. Másfajta fotók vannak, de az ajándékozásról is kerül majd föl. A fáról is van már fönt fotó, úgyhogy készülünk még egy-két meglepetéssel is talán. Úgyhogy szerintem jó, az Instagramot is érdemes követni, és hát a Facebookon is vagyunk. Természetesen. Na, akarsz mondani adáson kívül valamit? Aha. Várjátok egy picit. Itt vagyunk. Azt mondja, hogy ne haragudj, Feri, nincs rá krémem. Én sok mindent kipróbáltam, de erre nem dolgozott egy krém. Segíteni, olyan piros és fáj. Tudom, de ne haragudj, erre. Basszus, ilyet még én sem láttam, úristen, ez tényleg nagyon durva. Szerintem tényleg menj el orvoshoz, ez nagyon kemény. Gólöröm játékunkra felkészültünk? Igen. Hát akkor... Ha, hívjuk akkor a játékost, jó? Jó. Hívhatod innen is nyugodtan. Persze. Jézusom, Anna is megjelölik. A baba fogja hívni. Mosókefével járkál a kezében, amit kapott a Viki, és azt mondja, a baba fogja hívni. Mert egy ilyen mese, vagy egy ilyen, hát ilyen kislány alakú mosókefét kapott, hogy mindig mosogat itt nálunk. Zsül híve. Úristen, és most megsimogatott engem a kefe. Jézus. Mindenki, itt mindenki úgy érzem, mindenki meszkalin hatása alatt van. Majd otthon jászd el a fürdőkádban a szemérem dombi meséket. Szemérem dombi mesék, de jó. A barlangban, ki a barlangban? Gyerekek, ez itt. Ja. A szemérem dombi mesék. Úristen. Halló, sziasztok! Timi, hello! Timi! Hello! Timi! Úgy vetett, hogy halló, sziasztok! Úristenem, viszom el! Hát, mi magánszámról csörgünk, hát honnan tudtad, hogy mi vagyunk? Csak sejtetted, vagy hogy van ez? Egyszerre csörgött a rádióban meg a telefon. Ja, és akkor innen. Na! Aha. Azt írtad, hogy egész héten gyakoroltam, a szomszédok hülyének néznek, most már hadd pirítsak oda a fiúknak. Így van. Mi a jó válasz először is, azt mondd el nekem. Xavi Hernández. Így van. Xavi Hernández. 767. Nem, nagyon Xavi. Szerettük a gyerekek, erre csak egy válasz lehet, Maradona, engem hívjatok. Nagyon jó volt a gyerekek, aki ezt nem tudja, az hülye, természetesen Ronaldo, hívjatok engem, hadd mutassam meg. Szenzációs válaszok jöttek egyébként, valaki Messit is elküldte, de Timi, így van, neked van igazad, Xaviról van így szó. Így van. Hány meccse volt, Jani? 767. Jézus. Utána a következő Iniesta-nak csak idézőjel 594, Puyolnak 593, de Xavinál többször senki nem lépett hivatalos meccsen pályára a Barcelona mezében. Atya Isten. És jelenleg a, várjál, azt nézem, hogy az a... Valami arab ligában, hát levezet, gondolom, igen, még egy pár milliárdért. Hát igen, egy picit rúgni a bőrt az na, a baklavába. Timi, hogy állunk ezzel a foci drukkerkodással, meg sportkommentátorkodással? Nagyon nagyot kell dobni. Hó, hát én úgy állunk, a férjem ő nagy barca drukker, én nem igazán. Nálam igazából most a foci szeretetet, az áttörést az Elbén hozták a fiúk, szóval engem ott teljesen, hogy tényleg mire képes a foci, az nálam ott jött elő, és most én arra gondoltam, hogyha lehet így, mert azt mondtátok, nem muszáj barca. Nem, bármit lehet.
Én arra gondoltam, hogy az Eldén a fiúknak az első meccsüknek a győzelmét próbálnám meg újra közvetíteni nektek. Ja, az Ebi első győzelem az az osztrákok ellen hát, volt. A 2-0. Tehát ha én játszok már a férjemért, de nekem itt az Ebi, a tényleg most. Nem mondtuk, hogy Barca meccset. Így van, tök igazad van, abszolút bármit lehet. Bármit lehet, és ugye a férjedért teszed meg, az tök jó. Ki menne Barcelonába? Te a férjeddel, vagy odaadnád valakinek, hogy menjen? Hát én is nagyon mennék a férjem mindenképp, csak van egy 9 hónapos kisfiunk, úgyhogy valószínűleg én itthon maradok, és ő megy a testvérével, arra gondoltam, vagy akivel akar. De most lesz szünnep és jövő héten, úgyhogy nagyon jó lenne, mert... Önfeláldozó pár. Mióta vagytok együtt, Timi? Hetedik éve. És viszonylag korán el is vett? Tavaly volt. Aha, az eskő. És mekkora a gyerek? 9 hónapos. Ó! 9 hónapos is kisfiú. Na jól van. Hát figyelj ide, akkor rajtad a világ szeme. Hallottunk mi már azért gólörömjátékban nőt. Ugye volt egy ágink tavasszal. Mi imádjuk, szeretjük és csókoltatjuk a hallgat bennünket. Igen, mi sokszor emlegetjük. Hát a Messzó vezeti Sziszóra imádjuk. Hát ez igen. De őt nagyon kedveljük. És véletlenül se azért mondjuk, hogy bántjuk őt, szeretjük. Viszont akkor Timi, rajtad a világ szeme. Keddet hallottad, Timi? Hallottam, játékos. Na hát azt kell túlszárnyalni. Azt írtad, hogy az összes szomszéd gyűlöl már, mert egy hete gyakorolsz. Rossz. Most egy egész ország fog, legalábbis reméljük. Az kell, hogy nagyon csapja oda. Tehát tényleg ne számítson semmi, azt hiszem, a Jani mondta ma reggel, hogy igen, lehet, hogy egy hétig nem mersz lemenni a boltba, mert énnek azt mondja, nézd ott az idióta. De a férjed viszont kint lesz a Barca meccsen. Bizony, senkire ne hallgass, csak a szívedre tényleg. És akkor biztos, hogy az osztrákok elleni meccset akarod, nem mondjuk a Puskás Akadémia Kozárm is. Nem, tényleg egy hétig gyakoroltál? Hát a héten. Ahogy elindult a játék, gondoltam, akkor ne úgy álljok ide, hogy most próbálom először. Aha. Na jól van. Oké, az is meg, hogy ott kiklötik a gólokat, tehát hogy helyesen akarsz kommentát akarni, vagy csak mondasz valamit, hogy felkészültél, vagy emlékszem. Nem, hát azt még. Szeretném, azt a gólt, a második gólt szeretném. A második gólt, az volt a ide passz, oda passz, tik, kis passz. És igazából csak a vége, inkább a gólörömre mentem rá, hogy szabban egy kicsit, mint magára a játékra. Jó, nem azért jussunk el a gólék, ne legyen egyből gólöröm. Ott a gól, és utána üvöltesz egy beszédet, legyen. Igen. Tehát valahogy jussunk legalább fél pályától, nem is a kapu elől, de fél pályától induljunk el. Jó? Na figyelj, bemelegítés elke. Hallgass ezt meg, figyelj, hallgass ezt meg, kezdj el rángolódni. Ó! Hát én már meg nem mondom, hol játszották az első meszt? Marseille-ban vagy hol volt? Már nem emlékszem. Mindegy is. Oké, na figyelj, Timi! Felkészültél? Itt vagyunk akkor, a fiúk kiszaladtak a pályára. Magyarország-Ausztria 1-0, 87. perc. Megszereztük a labdát, Rizskin. Stieber, hatalmas labdát kap, Stieber futat meg kell csinálni, ha lesz Stieber, de hát a mérkőzés Stieber a 16-oson belül, de ez gól! Ott van! Gól! Ez volt! Magyarország-Ausztria 2-0! Megnyertük a mérkőzést, gyönyörű volt! Magyarország 44 év után győzelme mutatkozott Bázel Zsint! Szép volt, fiúk! Aztán mindenig győzelem! Győzelem! Tiber, fiúk, köszönjük! Oké, jól van. Hát ami egy csajból kijött, az belőled kijött szerintem. Ennél többet nő kérdés, hogy tud-e egyáltalán. Szóval... Timi, ez kemény volt. Berekedtél, elment a hangod? Nem, de a szívem majd csukdik, hogy izgultam. Izgultál. Gyerek nem ébredt föl. A gyerek az a másik szobában van velem szemben, és ő sikított, amikor góloztam, úgyhogy... Így egy hallgató. Timi, aztán megint állhatunk órákig Sopronnál. Vagy, nekem megéri. Jól van, Timi, figyelj, hát meglátjuk, hogy mire elég. Jó, ez egyébként tényleg csak a hallgatókon múlik, illetve azon, hogy kinek nagyobb a rokonsága. Facebookra tesszük majd fel az összes kis hanganyagot, és aztán a like számok alapján eldöntik majd a hallgatók, hogy kinek van helye. Egyelőre azt gondolom, hogy te abszolút az élmezőben vagy. Mert teljesen egyértelműen bátrabban, lendületesebben toltam, mint például a hétfői játék. Mint a hétfői játékos, ő szerintem elvérezni látszott már akár hétfőn a játék után. Éreztük, hogy nem volt túl erős, tehát meglátjuk. Jó volt. Hogy érezted? Hát, jónak. Én úgy érzem, hogy
Ja, a hallgatók döntik úgy is el, mert mind az öccsek. Hát remélem, a hallgatók neki tetszett, aztán... Figyelj, akartam kérdezni, hogy ő tud róla egyébként, hogy te benne veszi, hogy ez ilyen meglepi lenne, vagy most derül ki majd számára adásból? Nem, mondtam neki, hogy próbálom neki megnyerni ezt. Aha. Mert szerintem nem hitte, hogy ezt így elő tudom adni, de remélem hallgatta. Már dolgozik most. Biztos, persze. Biztos, hogy hallgatta. Hallott. Oké, Timi, holnap akkor... akkor holnap mi van? Péntek. Holnap péntek van, legyél elérhető 9 óra után, akkor fogunk eredményt hirdetni. Jó? Oké. Nagyon szépen köszönöm. Puszi. Köszi, Timi. Ciao. Hello. Jó, volt, de nem véletlenül nincs női kommentátor. Nagyon más. Ugye, ez egy pasis. Igen, dolog. Beleadott apai, anyai, tényleg ilyen hiteles volt maga a mérkőzés közvetítés, a sikítás, minden, de ugye egy picit úgy nem olyan furán érezted magad, igen, hogy ülsz a tévé előtt, és mondjuk ő kiabál. De bírtam, ugyanakkor volt hangulata, igen. Abszolút, nem volt rossz. Sok férfi nem tudta hozni, ugye, az elmúlt két játékban ezt a szinten. Igen, férfiakat meg hazudtoló bátorsággal vetette bele magát a játékban. Jól van, oké, na egy-két SMS még. Úgy átszellemültem a karácsony adásatok miatt, hogy egy gyógyszertárban úgy köszöntem meg kellemes ünnepeket Robi a faluban. No, egész nap a kollégámnak mondtam, hogy boldog karácsony, de előbb hívott az egyik ügyfelem, és úgy bennem volt, hogy véletlenül tőle is így köszöntem el, nem teljesen értette. Ez pedig Víkó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha jó fél, akkor úgy is köszönnek vissza egyébként, ugye? Igen, jó arcok vagytok, ma mindenkinek így köszöntök, és tovább viszitek. 10 óra után az ünnep szellemét egyébként. Jól van, na, úristen, kijöttek a könnyeim, tényleg ő nyeljen ide egy hallgató. Kirázott a hideg, hajrá Timi, én neki drukkolok, szerintem jobb volt, mint a keddi játékos. Timi férje, aláírás. Igen, írt Timi anyukája, és Timi férje. Már két támogatója van Timinek, nézzük, hogy ennél nagyobb a rokonság. Oké, na jól van, játszunk egyet, jó? Nézzük meg, hogy ki a játékosunk, valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szülésznőként 18 éve ez az első karácsonyom, amikor nem dolgozom, boldog karácsonyt. Kaptuk esetben. Köszönjük szépen. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, boldog karácsony! Neked is! Szeretetteljes, meghitt békés ünnepeket kívánunk. Dusán, hello! Dusán vagyok, Pécsről, így van. Pécsről, hello! Milyen az idő, mi újság? Hogy vagytok? Hát elég havas, meg elég hűvös volt, de azért bevállaltam reggel a rövid nadrágot. Hófúvások a meccsekben? Hát igen, valami olyasmi biztos volt, de hálainknak elkerültem. Jó, ajándékok becsomagolva, halászlé megfőzve? Így van. Hát ez a beszéd. Jól van, ünnepi kérdések, János, vagy sima hagyományos kérdés van? Sima hagyományosak, nem akartam túlzásba vinni a dolgot. Nem? Az meg gicses lett volna, nem? Szerintem erdei karácsonyi kérdés sor, hát. Igen. Na várjál, lapozok. Azt mondja, hogy meg vagy már te kis hármasugrás. Itt van, mehetünk? Mehetünk, természetesen. Na ide figyelj, melyik ország egyik világhírű látványossága egy pisilő kisfiú szobra? Belgium. Így van, hát jó vagy, megyünk. Brüsszelben látható, illetve egyébként az országban egy csomó helyen vannak már kis pisilő kisfiúk, már nekem piszek. Menjünk tovább? Menjünk, természetesen. Morning Show sapkáért ícol a második kérdés. Melyik sportág 12-szeres magyar bajnok, a Béres Alexandra? Ne kapkodj. 12-szeres magyar bajnok, de most egy sportágat keresünk, és nem biztos, hogy azt, amire elsőre gondolsz. Meg a 12-szeres magyar bajnoki címen van a hangsúly. Béres Alexandra, milyen sportág? Fitness. A fitness az nem is nagyon sport, tehát az aerobik az lehet. Aerobik. De az se jó válasz, hogy egyébként nem jó. Egyébként így a fitness magyar bajnok kétszer. Az aerobik inkább fitness, ez hogy fitness. Fitness. Akkor még fitnessnek hívták, és ugye kétszeres Európában, a kétszeres világbajnok fitnessből, de most itt mi nem erre voltunk kíváncsiak, mert 12-szeres curling magyar bajnok. Curling? Béres alakszor. Hát egy kicsit mellé lőttünk. Elég, igen, egy nagyon jó sport, egyébként baromi hülye néz ki. Először aztán játszik egyszer az ember, és nagyon izgi, ilyen nagy márvány tömböket kell, ugye? Így van. Igen. Mondjuk eszembe jutatott volna a körülményi háról. Dusán, nincs ajándékcsomag, viszont nem is tudunk bumozni, mert ugye a harmadik kérdés. Így van, harmadiknál jött volna. Köszönöm szépen azért, srácok. Mi köszönjük neked, vigyázz magadra. Boldog karácsony még egyszer. Neked is. Kellemes ünnepeket. Hello. Na jól van. Oké, nagyon sokan szeretik Timit, látom. Egyébként épszerű lesz, nagy csata lesz itt a döntő helyért majd holnap. Hát kérdés, hogy mit tud a holnapi játékos? Egy ellenes SMS van, szerintem ne Timi nyerjen, Timi exe.
Jó vagy. Fél tíz lesz, pontosan 7 percet mondani akartam. Igen, valami? Nagyon szeretnék valamit mondani. Zsül, ne haragudj, nagyon szépen köszönöm a bort. Ugye kaptam egy üveg rozét 500-on alul. Ezt nekem át kell most adjam valakinek. Nem illik átadni a ajándékot, de most ezt mégis meg kell tennem. Ugyanis az van, hogy fogad szeretettel ezt a palackbort. Balázs, na, ez az én stafétám, amit átadok neked. Azt mondtad, legyünk őszinték. Vége van? A kísérletnek hát lezárult? Tegnap beadtam. Tegnap föladtátok? Nem adtuk föl. A béka szerintem reggelig várta, hogy hát ha lesz valami. Én olvastam a gyerekeknek mesét, és annyira kész voltam már a szertelen szexuális életünktől is, meg egyebektől is, hogy elaludtam vele. Akkor béka még fölkeltett, hogy menjünk át a saját ágyunkba. Hát átvánszorultam, de mondtam, hogy ott már nincs semmi. Akkor most mennyi, hány nap volt az amerikai nő csinálta egy évig, ugye? Igen. Ő egy évig jutott a párjával, felfoghatatlanul mi durva, ugye egy évig minden nap szexelt, hogy rendbehozza a házasságát, megmenekült, nem váltak el. És aztán elkezdtük mi is ezt a tudományos kísérletet, te csütörtökön indítottad? Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Ez egy hatos. Az én gyerekek. Le a kalappa. Hát ilyen is régen volt. Le a kalappa. Hát most akkor 3 hónap így. Most, nem 3,5 év. Most megvagytok. A valódi karácsonyig megvagytok. Hatos most. És a szerda este kifogott rajtunk. A szerda este kifogott, úgyhogy ha gondolod, ha kell a erő, a palackborra lesz, szívesen odaadom. De hát kacsincs át, légy szíves, mert azt beszéltük meg. Már arrébb rakom a izét. Igen, ő Miki ott a feleségét. Szeretném nézni. Most adta! Nem most adta. Tehát azt beszéltük meg, hogy mi rákomba is tudjuk. Készülj, hívd a kozmetikust! Jelents be engem is, van ott mit rendbe tenni? Új ágybetét, ne nyikorogjad! Igen, veszünk új ágybetétet, indul a kísérlet! Nem lesz könnyű dolgod, mert amikor odaadtam neki a bögrét, láttam, hogy nagyon boldog. Majd kiszedjük valahogy a kezében. Jó, szóval vigyem én tovább. Hát az, ha akarod, én leteszem a lantot, illetve hát majd fölveszem, még remélem, mert ez volt az utolsó, de tegnap bevallom. Az, ami arcoskodhatnék, hogy milyen puha vagy, de ez a hat is nagyon soknak tűnik, gyerekek. Azért az, hogy minden nap így nekiveselkedni. Amit mondtam nektek az elején, az tökre megmaradt a 6 napig, lehet, hogy már most fordult hogy volna lassan. Hogy ez az amerikai nő egy évig? Tényleg, hogy csinálta? Nem értem. Ez lehetetlen küldetésnek tűnik ez nekem. Ha, néha bejött a húga is. Ja! Miért tudsz te mindig erre gondolni? De az hogy a férjének jó. Olyan vagyok, mint te. Jó, oké, átveszem most a fitabutot, tehát megnézzük. De ha nem sikerül, holnap bevallom, hogy gyerekek eddig jutottam. Jó, tehát persze. Én nem kamuzok. Akkor már meg is vagy. Én lehet, hogy holnap már átdobom valakinek. Mondtam, hogy nem biztos, hogy 400-at futsz, lehet, hogy csak 400-at is váltunk, most akkor váltottunk, de... Zsülbe 100! Zsűr! De zsűr, hát zsűr egy hosszú álomkorban van már. 30 éve. De átdobhatjuk neki is. Tessék? Este felébred, igen. Zsűr lassú és alapos, fél évvel ezelőtt elkezdted, még mindig nem fejezte. Minden nap folytatják egy kicsit. Na jó van. Hozzam én a bort, drágám, vagy hozott te akkor? Miért kell hozzá? Nekem nagyon sokat kell innom. Így van. De nem azért. Hát, akkor tudom lehetkezni a gátlásaimat. Egyébként szégyenlős vagyok, és csak sötét szobában vagyok hajlandó. Hát, ha hiszem, akkor el tudok lazulni. Egyébként vagy én rettenetesen gátlásos. Vagy ő volt Petiéknél is az afrodiziák. Tényleg áthívom a hajdújék. Mert a hajdútól most nem hívom át hedővére. Ja, szegény egyedül ül ott. Nem hívom át hedővére. Jó van, hát meglátjuk akkor. Tudományos kísérlet folyt köv. Akkor holnap. Holnap beszállunk. Jó. Fél tíz lesz, pontosan 3 perc múlva. Egy pici karácsony dalocska még, ami drága Polgár Petingtől, mert hogy ő is készült egy dallal, aztán egy kis szünet, és utána jövünk a nap legjobb pillanataival. A plázákban zombi show, mint a Shopping Dead premierje, fekete péntek meg akció, támad a nép őrjöngve, Supermarketben a család betankol egy havi kaját. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva. Itt vagyunk, gyerekek, meghitáldott békést mindenkinek. Van, a beiglit nem ott hagyni aztán.
lámpa alatt. Oh, ne! Feri egyébként megdicsérte. Nagyon finom én, volt. Én már ennek önmagában így örülök. Meg, hát, meg a sajtos is. Kis roló. Hát az full klasszik. Ez nagyon jó. Igen. A kísérleteteken felbuzdul a férjemmel, mi is neki kezdtünk házas életünk feljavításának. Írja egy hallgató, mi reggel, amikor elviszük a gyerekeket az iskolába, utána bújunk ágyba, ilyenkor még frissek vagyunk, és utána mindenki mehet a dolgára. Idem olyan fárasztó, este nekünk se lenne semmi esélyünk. Próbált ki, Balázs, sok sikert. Puszi, Adi. Köszönöm, hogy kipróbáltam, milyen 30 fokban karácsonyozni, pénzem sose lett volna rá. A nagy utazás, látod? Igen, most először esik karácsonyra a feleségem születésnapja. Úgyhogy puszilom, szeretem. De jó. Nem áll karácsony, mert ennyit nem alhattam. Olyan szépen csillognak a hópelyhek a napfényben, vagy csak kozos a szemüvegem, boldog karácsony. Fiú, puszika. Dolly-ról vakációt létszik. Nem, hát az nem egészen. Nem egészen ígére. Műszak előtt összehívtam az alkalmazottakat, és kellemes ünnepeket kívántam. Átragadt azért ez mindenkire. Valaki csak én küldött, ettől a számtól féltem. Ja, jó, ilyen rossz lesz visszapakolni minden. Hajd, most már hagyjuk így. Lecsomagolni a fát, így van, most szépen letenni. Most minden, vissza mindent, szedhetem. Te készültél át, leszedhetetek írlandokat. Ilyen az ünnep, ha elmegy. Igen. Igen. Csak a nyomorúság, a szomorúság, igen. Érted? Minden. A tiszteletetekre ma elültetem két törpe fenyőt az étteremem teraszán. Karcsi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Na jól van, oké. Hát akkor mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Megosztottam veletek Csaptelep kárváriámat, és szerettem volna valamiféle megoldást találni általatok, hogy segítsetek nekem. Mert kiderült, hogy amit vettem, az nem, hogy nem jó. Az köszönő viszony már nincs azzal, ami egyébként oda kellett volna, és kicsit haragszom a Csaptelep gyártókra. De tényleg, szóval, hogy azért ezt így jelezhették volna. Hogy nem szeretett. Megtévesztettek, csúnya megtévesztettek, dolog ez. Ráadásul nem is kevés pénzt hagytam ott. Próbáltunk megoldást arra találni, mit tud az ember csinálni egy rossz Csaptelepel. Valamit karácsonyoztunk, ajándékoztunk, mert hogy húztunk, így mindenki megkapta a neki járó ajándékot. 500 forintos limit volt, ebben kellett gondolkodni. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, igen, sokat gondolkodtunk rajta, hogy látom az ajándékokat mindenki. Hosszú-hosszú órákat vergődött, hogy mit vegyen a másik. Mondjuk neki megmaradni 200 forint. Majd azt én is odaadom végig. Igen, zsűlnek 500. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt, pontosan 3 perccel. Áldott békéset kívánok neked, Csavi. Hát, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon kemények vagytok. A János most bontja a fát, kérlek. Ő beteg, ő teljesen, tehát, hogy így... Hello, várd már meg a végét legalább az éjfelet, hát hogy visszaérjük a Szentmiséről. Hát a Szentmisél, ne bontsd el a karácsony fel. Hát vízkereszt van, tehát mert túl vagyunk a szilveszterem mindenem. Tudod, mi van, hogy tetszik neki a műfaj, és viszi haza. Persze. Nyilván, azért csomagolja el, hogy haza tudja vinni. De nagyon jó fej, azt mondja, hogy nem akarja a másokra hagyni. Tehát azért csinálja most, hogy ne maradjon itt, mert akkor másnak kell lebontania. János, felhívom a szerződésedben az apróbetűs részt, hogy na. Egyrészt 10-ig tart a műsor, kettő, hogy a szerződés megszegése, ellenszegülés, be nem tartás és minden de más. Műsorral foglalkozik most is, csak ő a háttéret képviseli. Bónusz fizetés, 13. havi, 14. havi, karácsony ajándék. Sose volt. Hát, azért mondom, sose volt, de most se lesz. Ne készülj. Na mi a már csomagolsz? 3-4-10 után már úgyis csak rossz poénjaim vannak, arra meg itt a Csabi. Nem, elkezdett csomagolni? Persze, mert nem akarom így hagyni a szélszes lányoknak. Nekem egy csomó dolgom van még. De én olyan vagyok, mint az anyukátok. Ti szabáltok, tévét néztek, játszotok, igen, játszotok a kis vonatotokkal, anya meg kint mosogat a konyhába. Ez vagyok én. Egy mosogató nő. De legalább egy 2 napot hagytuk volna fenn, nem? Hát ezen a hangulaton csak mi vagyunk, és a hallgatók ide, aki bejön és nem hallgatott, az nincs rajta, úgyhogy szerintem csomagoljuk el. Tehát legyen ez egy újra egy átlagos szeptemberi nap. Csabi, hello! Nem mindenki örül a formabont ötleteinknek. Én hangulatban jöttem, hiszen én is kaptam ajándékot a Jánostól, egy mákos, nem, diós bejegyzés. Miért a diósat adod neki? Azt mondtam, hogy én kérem. De van még diós, kér, nem? Most mit csinálj? De ne kérjen, hogy mákosat vigyen. De diósat ne válogass szeretem. Már Csabi, tényleg. Én sem diósat szeretem. De ne válogattak, kiválasztottam egy diósat, és kész. Most te válogatsz. Nem, bocsát, mi kértünk, amikor először megbeszéltük a karácsonyt, mi ketten jeleztük a diósat. Ketten, Balázs és én. Te nem jelent, Feri, senki nem utálta ezt a karácsony tegnap. Boldog karácsony, tessék, adod egy diós bejegyzést. Hát el tőlem. Most már nem kell, jó? Én családom nevében adom át, érted? Adok érte 2 rúgót. Nem kell sütni karácsonykor, nem kell sütni karácsonykor. Hát elállj, berakom a hűtőbe, kiveszem, merkom, mikroba, 24-én meg vagyok. Ezt illejétek le. Figyelj, hol az a kés? Itt van még? Vágjuk el. Jéd.
Azt, hogy így még nem maradtam le karácsonykor, elkapkodták az összes szaloncukrot, így egy hallgató. Egyébként próbáltunk azt szerezni, hozott nekünk egy kedves hallgatónk, de boltban nem volt, boltban nem volt. Jó van, szerintem egyébként, ha akarunk egy ilyen tudományos lezárást adni a kísérletnek, szerintem, ha kellő zenéket hallgatsz, jó zenéket, feldíszíted a fát, beiglit eszel, akkor ez akár megtartható szeptemberben is. Nem kell, hogy hideg legyen. Szóval fejben egy kellett egy kis idő, míg mi is átálltunk. Én, amikor fölvettem a rénszarvasos pulcsimat, segített, de működik egy idő után a kísérlet, nem? Át lehet szellemülni, ugye? Tehát egy kicsit elkezdted elhinni, hogy valóban tud lenni karácsony. Jó van, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Azt hittem, az előbb elkezdett hívni. És aztán elköszönünk, ha mondja, hogy morning show, kap egy szép ajándékcsomagot, aztán Csabi már a normál kerékvágásban. Ezután lehet normál kerékvágásod. Tovább viszed a kívánság műsorba? Nem. Levezetek. Jó. Nem. De ott Az utolsó pillanatban, de jó érzik. Hello, ha nem mondtad, Balázs morning show, szia, itt a Csabi, Jani, Feri, hello. Ó, szervusztok. Hello. Mindenem, Imre vagyok. Imre, hello, leadtuk egy kanibáltalt, és erre írtál egy SMS-t, amit nagyon szerettünk. Szeretném látni a kanibálok arcát, amikor megkapják az Artisius értesítőjén, hogy szeptemberben jött pénz be ebből a dalból, vehetnek belőle egy új nadrágot. Kuka már dörzsöli a tenyerét. Lesz pénze új nadrágra. Ezt írtad, ugye? Igen, én voltam. Nem számítottam rá, hogy beolvassátok. Hát, valamikor olyan hallgató kerül adásba, akinek egyébként az SMS-ét be se olvastuk, csak látjuk és tetszett. Igen, éppen az a biztos, hogy hallom is, hogy éppen telefonálnak magánszámolnak, te jól magtakor. De miért nem szóltál bele, hát veszteni valód nincs, bemondott, hogy mi vagyunk, aztán maximum mégsem. Így van, már legközelebb, van még időm, amelyik. Jól van. Hát figyelj, most nem karácsony van. Karácsony van? Hát, jó, na karácsony van, jó. Jól van, figyelj ide, hát mégis boldog csak a szeretet ünnepe. Küldjük neked akkor az ajcsi csomcsit, jó? Mit? Ajcsi csomcsit. Ciao, köcsi. Hello, ciao, ciao, hello, hello. Na Csabikám, mondj valamit, ami visszahoz bennünket. Megleplek én is titeket. Egy halott pénzzel. Küldtetek egy szlért a Diós Bergvier cserébe? Csak a Jani miatt mondok most információkat, mert amúgy mindenki más tisztában van vele. Hogy Lady, az egyetlen prioritét. Lady Gaga a harmadik lemeze után azt mondta, hogy akkor menedzsmentet és arculatot vált, és a korábbi botrányos polgárpukkasztó ényét levetve kizárólag az éneklésre és a jó zenére, meg hát a nem mindennapi énektudásra koncentrál. Szóval és elfáradt szépen, igen, tovább felépített. Na, és ebben a szellemben készíti most már az ötödik lemezét, és ennek az ötödik lemeznek az előhírnöke a Perfect Illusion, és ezt hozom nektek. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Hát főleg a Balázsnak, mert ő fog neki nagyon örülni, de hát ha ti is egy kicsit felfrissültek tőle, jó? Csabikám, meghallgatjuk, köszi neked. Jó munkát. 555-55-00 a telefonszám, ne felejtsétek el, holnap még van egy helyünk, ami kiadó a gólöröm játékban, ugye ki lehet jutni Barcelonába, úgyhogy tessék gyakorolni ma lelkesen, és holnap benevezni a játékra, mert hogy október végén Barca meccs Barcelonában. Az is nagyon. Tudjuk, hogy kivel fog játszani a Barca, direkt nem mondjátok? De már mondtuk is. Egy másik csapattal, azt hitt egy hallgató, de nem néztünk utána, hiszünk neki, hogy a Granadával. A Granadával, igen. Így van. Azt gondolná az ember, hogy tipikus ilyen nagy gólkülönbségű Barca győzelem lesz, de a múltkori Alaves elleni vereség után ez már nem garantálható. Te mennyire otthon vagy? Te mit Alaves ezzel itt? Mi van? Honnan tudod te ezt ennyire jó tesó? Nem tudom, tudjátok. Te barcás vagy? Én barcás vagyok. Nem akarsz jönni meccsre? Hát én nagyon szeretnék, de hát van hely? Hát holnap. De várjatok ezek igen, után, gólerem. Lenyúlt a Diós Beglit is. Ezt a Diós Beglit felajánlom érte egy jó Barca meccsért. Sőt, van még kint. Én jobban szeretem mégis inkább a gesztenyéset. Jaj, Istenem, másét osztogatni. Mi lesz a politikus? Ez már az enyém, hát nekem adtad, ne viccelj már. Ez mi az, hogy a másét? Csavikám, jó munkát neked. Maradjál már. 555-55-00, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.